Na, szevasztavasz mindenkinek, sziasztok skacok, ja itt a drága szép kis kutyusom, Manó kutya is itt van, hát itt van a Manó, szevasztavasz, puszi puszi, nyuszi mindenkinek, csaucska, remélhetőleg leszünk, remélhetőleg időbe ide érkezik mindenki, gyerekek, én megmutatom Manó kutyát, Manó kutya itt van, erősz, gyere föl, mász, nem, ugri. Gyere, ugrik! Ugrik, Manó kutyus! Manó, mit csinálsz? Nem jössz? Jössz vagy maradsz? Na, gyere, igen, na, most jössz. Gyere, mássza, ragdik. Nem. Kutyusnak kell segíteni. Végre azt hittem, nem marad el, skacok, nem marad el. Itt a Manó is, megérkezett a Manó is, ahogy én is megérkeztem, skacok. Mindenkinek csodaszép napot, csodaszép hetet is szeretnék kívánni. Attól függetlenül, hogy a hétvége felé járunk, péntek van, most már lassan jön a hétvége is, skacok. A mai nap során is G2RP lesz, nem marad el, szóval nem kell megijedni, Horizon Roleplay lesz, gyerekek szoki módon, vagy mondhatni azt, hogy változatlanul marad a Horizon Roleplay, öreg Mustafa is itt van. Jaj, milyen csúnyát ír, ki kell tétsem ezt az Antal, Antal 65-68, miért írsz ilyen csúnyát, gyerekek? Amúgy tényleg, hogy lehetnek ilyen rossz indulatú emberek? Nem is szeretném felolvasni, azt írja, hogy a kutyába pontomat verjen be, de hát Antal, hát hogy mit képzelsz magadról amúgy? Az ilyen embereket amúgy ki fogom tiltani, hát tényleg ilyen rossz indulatú, tényleg ezek ilyen rossz májú emberek, hát Antal, és ilyen izé, Smiley a neve amúgy, ilyen izé, Lacoste, meg kígyó, hát tényleg egy jó kígyó vagy amúgy. Na, nincs hang? Hogy nincs hang? Akkor nyisd ki a füledet, barátom, mosd ki a füledet, és lesz hang. Köszi szépen, Gudipa Peszoma, 4 GGL, Krisztiána, nagyon szépen köszönöm a szívet, és a 2024-eset, és Ádámnak meg köszönöm szépen a rózsát is, nagyon szépen köszönöm, és Máté Karancsiak az 5 darab GG-t, és Bianca neked is. Na, váltos kacok, még egy nagyon-nagyon jó híre szeretnék szolgálni. Képzeljétek, hogy közben a Manót már le fogom tenni. Manó, gyere de! Na, skacok, képzeljétek el valakire, hogy én vagyok a legjobb, köszönöm szépen, ne fogd vissza magad. Na, el szeretném azt mondani, ma szeretnék én is nektek kedveskedni, a kedves nézőknek. Látom a TikTok live stúdióból, hogy ki a napi top legtöbb ajándékot küldő személy. Szóval látom, hogy kidobja be a legtöbb ajándékot. Egy másodpercet kérek mindenkitől is, beállítom én is itt a dolgokat, meg a chatet is, hogy lássam a telefonon is, és tudjátok, nekem vannak ilyen gaming cuccaim, amik most már lassan tényleg itt állnak, most már több hete, több hónapja, és nem tudok velük mit kezdeni, szóval arra azt fogom csinálni. Köszi szépen, Macu, a 4 ajándékot, hogy ameddig nem fogynak el, mert nekem van Fox posztom. Föl fogom venni ezekkel a személyekkel a kapcsolatot, szóval, hogy minden egyes streamen, ameddig nem fogynak el a cuccaim, oda fogok valakinek ajándékozni egy kis ajándékot, hogyha már ti is ajándékoztok nekem, akkor én is hagy ajándékozzak nektek. Szóval mai nap, aki a legtöbb ajándékot küldi be a streamen, odaadom neki ezt a fülest. Szóval ez egy upgrade, Sansevo füles, ez most már itt van nálam egy hónapja, így néz ki, nem tudom, hogy mennyire látszik, mennyire nem, mert szerintem visszaveri a kép a izét, de így néz ki. Szóval aki ma a legtöbb ajándékot bedobja, én elpostázom, hogyha Budapesten lakik, akkor odaadom neki személyesen is. Szóval, hogyha már ti is kedveskedtek nekem, és mindig bedobtok most már a top 100 játékos közé, akkor én is a top legtöbb ajándékozónak hagyj kedveskedjek már egy kis ilyen kis ajándékkal. Ez egy ilyen Anzal márka, hogy Hamma, item level Epical, Xtreme Bass, mi nem? Fú, gyerekek! Vissza kell menjek angolórára. Xtreme Bass, ez hogy kell kiejteni, gyerekek? Valaki mondja már, aki angolos, ez mit jelent itt? That's Hable Microphone. Ezt nem tudom kiejteni, pedig basszusúban megvan angolból a középfok. És alu components, loading, etim level, epic. Na, szia barátom, hogy vagy? Szóval ma, aki a legtöbb ajándékot dobja be, odaadom neki ezt a füdest, elpostázom neki, vagy Budapesten személyesen odaadom. Oda néz, kaptam egy izét, a Krisztián, köszi szépen itt a dolgokat. Szóval a stream végén nyugodtan Instagramon nézzétek majd meg. Instagramon majd ki fogom tenni, hogy ki az, aki a legtöbb ajándékot küldte a mai streamen, annak meg odaadom ezt a jó kis fülest.
Ha már ti is ajándékoztok, én is hogy ajándékozzak nektek. Na, tisztelet, legnagyobb rajongód vagyok. Köszönöm szépen, Ákos Fischer. Jaj, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megosztotta a streamet. Tudjátok, hogy 30 ezer like-nál fölmegyünk a szerverre, akkor fog beindulni az igazi G2RP, meg ilyesmi. Én is megosztom a streamet mindenféle barátaimnak, mamának, papának, Jóskának, Piskának, Kisbécinek, a szomszédnak és a szomszédlányának is. És ha egyszer küldesz egy nagy értékű ajándékot, hát figyelj, egybeszámolja, szóval úgy van, hogy valaki mondjuk dob, most mondok például, hogy 100 rózsát, hogyha dob hozzá, nem tudom, ne, az akkor nem tudom, milyen ajándékok vannak itt TikTokon, szóval, hogy nem tudom, hogy mik a nagyobb ajándékot, a rózsát, azt mindig szoktatok dobni, meg ilyen pereceket, meg nem, tényleg nem vágom, de mindegy, hogy egybeszámolja, hogy összesen az adott személy mennyi coint dobott be, szóval, hogyha dobottál 100 rózsát, meg másféle ajándékokat is dobtál be, akkor azt így egybeszámolja, szóval onnan tudom, hogy ki az aznapi best of ajándékozó, vagy hogy mondjam neked, szóval így van. Nem gyúrsz már, Soma? Most azért mondod, hogy nem gyúrok-e, mert hogy oversize póló van rajtam, hát barikám, hát most, hogy amúgy annyira már nem edzek, mint régen, meg most nem tudom, hogy mutassam meg neked, ez be az oversize pólóba azért nehéz, de azért még nem azt mondom, hogy annyit edzek, mint régen, de nem olyan rossz a forma. Szóval, hogy most azért én felszedtem plusz 10 kilót, szóval 10 kilóval nehezebb is vagyok, szóval kicsit fedettebb is vagyok. Már nem annyira figyelek oda a kajára, mint régen, szóval gyerekek közben rám zoomolt. Köszi szépen Bence Tóth és Alex Nimrod a rózsát és Krisztiának, szóval már nem annyira éles a forma, mint annó, szóval nyilván nem vagyok annyira szálkás, de ez annak is köszönhető, hogy azért a kajára nem annyira figyelek oda, szóval nem minden reggelim, nem tudom, rizskása, vagy csirkerizs, meg ilyesmi, hanem azért most, hogyha megkívánok egy marsot, vagy egy Twixet, vagy egy Bountyt, akkor azt is eszem. Szóval, hogy azért én sportoltam több mint 10 évet, amikor fociztam, akkor is figyeltem az étkezésemre, utána, amikor gyúrtam, akkor is, szóval, hogy azért világéletemben sportoltam, azért én eléggé száraz formát hoztam éveken keresztül, most már kicsit meguntam. Szóval, ja, Bounty. És ha jól esik, így van, most azt teszek, gyerekek, ami jól esik. Szóval így vagyok vele, igen. Bemondod a nevem? Tomi 10, bemondom. Na, gyerekek, közben megett a 30k. Kristófnak nagyon szépen köszönöm a két darab TikTok jelet, meg ilyesmi is. Na, skacok, annyi van, hogy nyomunk most egy Instagram sztorit, jó? Szóval, hogy most lesz egy kis Instagram sztori, most kell megnyomni a chatet, most füstöljön, közben elnyomom gyorsan a közérdekű közleményeket, a mai nap során el szeretném én a 100 ezer darab lájkot, remélhetőleg összejön, igen, Thanos figura mögöttem van, el szeretném érni a 100 darab új követőt, Pacsónak köszi szépen az egy darab rózsát, és Kristófnak az ajándékokat, szóval, hogy ez amit el szeretnék érni, és remélhetőleg ma is nagyon-nagyon sok néző lesz, sokan leszünk itt, sokan megosztjátok a streamet, még egyszer mondom, papának, mamának, Jóskának, Pistának, Rozinak, Bözsvinek, a szomszédnak, a szomszéd lányának, a szomszéd fiának és a szomszéd testvérének. Na, szóval nyomjuk meg a sztorit, és kirakom az FRK22-re, hogy élő egyenesben vagyunk, és megint 8 perc alatt már 300-an. Szóval úgy mutatom nektek. Na, skacok, hát heti pár streammel, csak úgy mondom, hogy top 23. Csak úgy mondom, hogy 8 perce megy az adás, csak úgy mutatom, hogy már most 318, szóval ma is több mint 1000-en lehetünk. Majd összejön a chat, meg füstöl. A chat-e nem bírtok. Csak a dupla V. Nem tudom, hogy mit jelent ez a dupla V, de nagyon nyomják. Nagyon nyomják a skacok. Nagyon. Na, gyerekek, meg lehet, Pacsó, köszi szépen itt a rózsákat, meg a 24-edeket. Szóval, hogy ez most fog kimenni Instagramra, ez a jó kis sztorimori. Yesterday-be is, Omely, meg Gádba, meg mindenbe. Még nyomunk egy Facebook sztorit. Szóval, hogy a Facebook sztorit is most gyorsan megcsináljuk. Most Facebookra már régen tettem ki videót. Pacsó, köszi szépen a 2024 6 darab jelet! NPC Live! Copyrightozása. Na, szóval visszatérve Yesterday-be, meg Omely, meg Gádba már 6 új követő jött. Királyság, korányság, és akkor még nyomunk egy Facebook sztorit. Is, egyaránt is, és mindenbe is. És van egy másik kérdésem, ezt mindjárt meg fogom nektek mutatni. Na, sziasztok, skacok, megy élő egyenes adásba a stream, már most
8 perc alatt, vagy 9 perc alatt vagyunk 350-en itt TikTokon. Aki lemaradt, kimaradt, G2 RPS Horizon Roleplay, a Károlyoknál füstöl a chat is. Csók a családnak, gyertek, élőbe vagyunk itt TikTokon, VVSoma Gaming. Na, és kacok, még egy nagyon-nagyon fontos kérdés, utána nem húzom az időt és fölmegyünk a szerverre. Ezt még elmondom, és azt is még elmondom nagyon-nagyon gyorsan, aki most kapcsolódott be, és tisztában legyen vele, hogy gyerekek, a mai top 1 number 1-os ajándékozónak ezt a fülest oda ajándékozom, oda adom, szóval aki a mai nap során a legtöbb ajándékot dobja be, mert mostanában elég megszaporodtak azok az emberek, akik nagyon sok ajándékot dobtak be, én is szeretnék viszonozni valamit, nálam van csomó gamer cucc, szóval ezt a Sans Upgrade Item Level Epic Hamma márkájú fülest odadom, hogyha te vagy a mai nap során a legtöbb ajándékozó. Na, skacok, még egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és utána tényleg elkezdem. Nem akarok ebből a dolgokból pénzt csinálni, szóval ezt azért el szeretném mondani. És köszi szépen Kornélnak a 16 darab rózsát. Tényleg nem azért fogom. Szeretnék csinálni 5 vagy 10 ilyen pólót. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről, hogyha mondjuk a top number one ajándékozónak adnék egy ilyen pólót, mennyire örülnétek neki, vagy mennyire nem. Már vannak itt modelleken itt rajta a pólók, hogy szerintetek ez a póló így milyen? Hogy ezt szerintetek így felvehető, jól néze ki, vagy mi a véleményetek róla amúgy. Nyugodtan írjátok le, amúgy ez egy oversize póló, az oversize az azt jelenti, hogy hasonló, mint az enyém, szóval kicsit ilyen lógós a fazonja, meg ilyesmi, és ilyen lenne a póló, szóval ja, ez még egyszer mondom, nem árusítani szeretném, hanem a nézőim közt ajándékozni, szóval nyugodtan én megcsináltatom, megveszem, szóval én nem szeretnék ebből plusz jövedelmet csinálni, max, hogyha néha csináltunk olyat a top ajándékozó, vagy valamilyen játékot, és a játék során ti nyeritek meg, szóval ja, és van ilyen másikban, rózsaszínban is néztük, szóval rózsaszínban így néz neki, nem tudom nektek ez hogy tetszik, vagy hogy nem tetszik, még meg nem tudom, hogy melyik színből kéne. Mire figyeljek, István Szántai? Szántai! Hú, te mérges vagyok! Na, melkason picit kisebb lenne, jó lenne. Oda néz, kaptam egy István Szántaitól. Hát erre kell figyelnem. Hát gyerekek, köszönöm szépen. Szehordítottam a fejét. Köszi szépen az 500 korát, vagy mit, korát, Szántai István. Nagyon szépen köszönöm. Na. Miért van, hogy kajon meghalok a semmit? Nem tudom. Szóval nem tudom, kékbe jobb, vagy rózsaszínbe. Ezt meg akartam kérdezni. Meg még megnézném sárgába. Ha úgy van, csinálok egy ilyen pár pólót, és akkor azokat itt odadom a nézőim közt. Én nem szeretnék ebből plusz jövedelmet csinálni, bevételt csinálni, szóval, hogy és nagyon szépen köszönöm Szánta Istvánnak a koralmoralt, és köszi szépen Maseratinak a másik jelet, és gyerekek, még egyszer mondom, figyelek István Szántai, akkor én is ezt elmondom, és utána megyünk fel a szerverre. A mai top 1 ajándékozónak ezt a Sans Evo Upgrade fülest oda fogom ajándékozni. Yesterday-ben és Romány meg Gádba, na irányhorány, csak a Hori Roleplay. Yesterday! Jaj, nem szabad kimondani ezt a szót, mert akkor beindul a kiskutyám is, és fel akar mindig ugrani. Na, kiránság, koránság, akkor megcsináljuk ezt a pódot, jó? Akkor kékbe meg fogjuk lőni első körbe. Manóni, és gyerekek, föl kell vegyem a kutyát, mert nem bír magával, gyere másszál akkor föl, mert nem bír magával. Jó, most már Manó pihenjél le, jó kutya legyél, köszönj a nézőknek. Oda néz, köszönöm szépen narrátornak a sapi-mapi, nagyon szépen köszönöm. Na, Manó pihenj le, jó? Na, Manó lepihen, milyen, hogy érted, hogy lesz szegán? Hát most Broach nevezetű banda tagjai vagyunk. Mármint a játék keretein belül, és akkor nyomunk egy jó, mondjatok, hogy jó a facecam, nem jó a facecam, minden megpróbálom beállítani. A kiskutyám is remélhetőleg le fog pihenni. Meddig lesz live? Hát figyelj barikám, ameddig jól esik, szóval késtem egy 10 percet, azt mindenképpen rá fogom tolni istikém. Szóval ja, és Dominiknak nagyon szépen köszönöm itt a rengeteg rózsát, itt duplázza a rózsákat, köszi szépen neked Dominik. Ez bal felülre. Este néztem, ez a te RP. Igen, van, gyerekek, van kép, vagy nincs kép? Jó, van kép. Dominik, köszi a 30-at, korrekt volt. Yesterday, okés. Kicsi vagy jó? Nem jó. Akkor betöltök, gyere.
Mikor kezdődött a live? Hát nemrég, és már 61 ezer like-nál járunk, nagyon szépen köszönöm. Bence Tótnak meg köszi szépen a rózsa mózsákat is. Kicsi a kép, gyerekek? Kicsi vagy nem kicsi? Manu, ne oda tedd a fejed. Jó van, Manuka is itt van a streamen. Manuka is megérkezett. Itt a füles beállítjuk. Ó, Manu, ide kéne tenni a fejet. Nézd, Manu, ide tedd, okos kucsus. Na, kicsi, akkor kicsit húzzunk rajta, jó? Hogy ne legyen kicsi. Ó, basszus kulcs, Discordon még nem nyomtam az értesítést, azt gyorsan még megcsinálom. És köszi szépen Andikám is megérkezett, nagyon szépen köszönöm Andikámnak ezt a rengeteg bracelatot. Köszi szépen Andi Mandikám. Pusszantak, és akkor beírjön. Skacok, elindult a stream, nem máshol, mint TikTokon. Gyertek, várdak titeket. 21, mi 21? Ja, már 21-edik vagyok, jaj de jó, köszönöm szépen mindenkinek, skacok. Yesterday-ben Ronaldo vagy Messi? Hát tudjátok, skacok, hogy én izé vagyok. Krisztián, köszi szépen a rózsát, én Ronaldo fan vagyok. És valakinek kaptam egy szívet, azt is olyan szépen köszönöm így utólag. Köszi szépen itt mindenkinek. Pusszans, nyusszans, és akkor megyünk fel a Horizont roleplayre. Krisztián már szétdobál mindent, most már 19-edik vagyok. Azt a rohadáseget. Köszi szépen Krisztián és Kovács úrnak is. Na, gyerekek, megyek fel a szerverre, és... Valaki írja, csak a Fradi és szar a Horizon. Figyelj, Barikám, hogyha most nem akarok megbántani, de hogyha majd sírsz az UB-ért, akkor légy szíves, azért gondoljál rá a szövegre is. Az a vicces, hogy mindenki, aki szídja a Horizont, alapvetően olyan játékos, aki már nincs köztünk, mert nem tudott viselkedni, vagy közösségromboló volt, vagy folyamatos non-RP-ért van kitétve, úgyhogy azért a mi szerverünk az nem HCRP. Köszi szépen István Szántai, imádlak, szeretek, pusszantalak, nyusszantalak. Vagy pedig csadó programot használsz, szóval nem értem amúgy, hogy miért vannak ilyen emberek, miért ilyen rossz indulatúak. Hogyha nem lenne jó a szerver, akkor nem játszanának rajta ennyien, és nem működne már 3 éve. Most már mondhatni azt, hogy a egyik legrégebbi szerver vagyunk a 5M listába. Szóval, hogy kb. Csak a VLS az a szerver, ami idősebb nálunk. Tudtam már, szóval, hogy a második legidősebb és legrégebbi 5M szerver a Horizon Roleplay. És már 18-dik vagyok, és köszönöm szépen István Szántainak itt az ajándékokat. Töltök föl, és figyelek mindenkire. De minden szerveren van non-RP-s kacok. Olyan szerver nincs, ahol ne lennének szabályszegések, ezt mindenki jól tudja. Aki játszott már pár szerveren és tisztában van ezek a dolgokkal, az tudja, hogy nincs olyan szerver, ahol ne lenne non-RP, ahol ne nonozzának az emberek. És ez a tisztában van, szerintem mindenki. Kicsi a fészka, most húztam rajta. Hány órás azt? Nem tudom. És már 73 like van, gyerekek. Jaj, de jó, FRK-s van, csókolak. Na, köszi szépen Krisztián és Rónak, nagyon szépen köszi az aikat. Sziasztok! Én vagyok a legnagyobb ember a városban. Az igen. Na, hát gyerekek, beköszönt a bratja, ezt miről maradtam, de még semmiről. Oda néz, figyelj, azt meg kell verjem. Most zártam be, és most nyitottam ki. Na, az jó fű. Ne, be akar... Ezt ki? Ez úgy. Nem tudom. Szálljon már ki. Dobbál ne, légy szíves! Dobbál ne! El tud dobni a munkaügyibe? Hát, Bati, dobbál! Ne dobbál ki, vidbál ezibe, munkaügyibe! Jelölt ki! Megyünk! Hát, ki van jelölve, menj oda! Hajrá, úgy! Jó van. Ki van? Vagy Fradi? Ezt kitől hát... kérdezed? Csak mindent. A Fradi. Hát nálam egyik sem, mert nem nézett kocsit. Jó van, már figyelj, te analfabéta, ki akartál dobni a kocsiból? Na gyertek, akkor üssünk össze, 3v1-be jöhettek, hogy gyorsabban végezzünk, öcsi. Na? Mi ennek van? Utánunk. Hát persze, hogy jönnek, mert kit raboltatok el? Gondolkodtatok, hogy kit raboltatok el? Te szálltál be valamit. De elraboltatok, elrabolva érzem magamat, akkor engedjetek el. Te szálltál be. Látod, most el lesztek kapva, el lesztek... Kapva vagy a live. Hallod? Botti, állj meg! El lesztek számoltatva! Elraboltak! Segítség, elraboltak! Elraboltak itt az... Dehogy is! Elraboltak, segítség! Ki?
De elrabultak! Szállj ki, lőjük le a mármint lelőjük, tesó. Látjátok, elrabultak, segítsetek innen, rendőrség, hívjátok a hatóságot. De elrabultatok, hát tudom, engedjetek el! Geci. Engedjétek el! De szálljon ki akkor! Nem tudok, hát nem fog az úriember! De nem áll, de bazd! Elraboltak! Menj, nem arra! De elraboltatok! Elmenekül, segíts! Menj! Mi raboltatok? Akkor nem menjél! De ne lőjetek! Ne lőjetek! De... Kérdsz, de jó! Álljatok meg, miért elraboltak! Álljatok meg! Kitálunk, betartok kérdem! Három, fejbe basztak! Három! Na, ők raboltak el, skacó! Nem raboltuk el, van videófelvétel! Van videó. Ne hazudjál, hol van videófelvételed? Van videó. Mi van? Mit kosszogattok? Igen, tögelt! Jaj, bocsánat! Üssed, adjad neki, Jani! Mutasd meg neki, hogy igazi vagy! Na menj vissza! Te meg szállj ki a vezetőből! Spamelem az F betűt, nem tudok kiszállni! Na, megfogom, kitépem az urat a kocsiba, hát velem nem köteket, csöcskös! Köszönöm szépen! Na! Figyeljetek, itt, hogy elraboltatok engem, menjetek oda az éhez, elraboltatok, menjetek oda a kilátóhoz! Oda a kerítéshez menjetek! Uram. Nincs uram! Mondja. Én nem raboltam el magát, én nem te ki vagy? Én a keresztesi Zoltán vagyok. Nem érdekel, Zolikám. Na, öcskösök! Nem raboltuk el, tényleg! Ugorjatok át! Nézzük át a ruhájukat? Nem, ugorj át! És kezdjétek el futni lefele! Fussál! Fussál! Menjél! Menjél, miért raboltál el, menjél! De nem raboltuk! Menjél, fussál! Ott ne arra! Fussál el! Na. Szép volt. Jó van, látod, de dob. Na. Tyúk szarva léptem. Kik vagytok? Lakatos Emmanuel. És te ki vagy itt, te szoboszai? Zolikám, gyere velem! Zolikám! Hajrá, újfej! Lát, ismered azt a zenét, hogy a Mennyország turista legjobb szolgáltatást nyújtja? Ne lőjön le! Nem lőlek! Zoli, gyere! Én nem bántok senkit se, Zolikám! Zolikám, fuss előre! Fussál és ugorj egy nagyot! Ez az, Zoli, menjél! Menjél, Zoli, az az! Ez a, kinek a barátja volt? Nekem. Menj utána, segíts neki, hát csak eltört a lába! Ugorj utána, segíts neki, menjél gyorsan, ugorj, ugrásszal, gyerünk! Ez az, segíts neki! Na. A Zoli lent van, ugorj le még egy fokot! Ezek igazi balfácánok. Igen, intéztem őket. Te ki vagy, állj meg! Fussál, ugor! Ez az! Zoli, rosszul lett, Zoli. A meg. Na menjünk a... De várjál, menjünk a hordízba, mert tartozok. Ki vagy, öreg? Ki? Elmondja. Hát azért kérdezem. Hát fotozom azért, nehogy fegyver legyen az urnál, jó? Jó, te tiszta, ki nincs vagy? Nála semmi. A legnagyobb embered voltam egyszer. Egyszer? Addig hallunk az a gond, hogy rendesen rá kell koncentráljak arra, hogy kommunikálsz velem. Nem hallak-e? Állj meg akkor egy pillanat. Hát én megálltam egy pillanatra. Állj meg, maradj egy szóra. Kosztolnik. Na várjál, Kosztolnik, vedd át a szót, mert szólnom kell, itt Szelő is vannak itt az időjárás jelentésnek, mert nagyon rossz a izé. Fú, gyerekek, hát jól bekezdtünk, azért akciódús ez a mai, várjátok, ne kell tartaboljak, meg kell szóljak itt Szelő Istvánnak, az időjárás jelentés legnagyobb atyának, hogy legyen már szép eges dolog. Azt még ezt szeretném mondani is, kacok, hogy aki a mai nap során a leges legtöbb coint aimait küldi, ahogy Krisztán is dobott 10 up GG-et, annak én is oda ajándékozom ezt a füzest. Szóval, hogy aki ma a top 1-es ajándékozó lesz, cserében ezt a Sans Evo Upgrade Hamma nevezeti fülest nagyon szívesen oda ajándékozom neki, és oda is fogom, aki a mai top 1-es lesz. Na, visszamegyek itt a városba. Na, ki vagy öreg? Most azt mondta, hogy nagyon komoly emberem volt.
Hát volt. Valami FBI-nak dolgozik, uram, azt hallottam. Na most mi van? Várjatok, hagyd beszéljek már vele Kosztolni, miért szóltok bele? Elmondjam az állőve, ahogyan ti ismertetek. Igen. De som, a legnagyobb embered bemutatkozik itt, hogy Matsu. Jaj, tényleg. Gyerekek, őt ismerem. Ismerem-e? Ez az FBI. Nem álljátok? Matsu, Matsu megérkezett, nem tudom, de most mi, nem jó a tárgy. Várjátok, meg írtam a jó istenkémnek, hát miért nem jó a tárgy? 7-0, most jó lesz? Elvileg most remélem, hogy nem, a nagybeti volt a hibás. Vagy most jó lesz, nem lesz jó. Már megint imádkozzom kellett Szellő István jó testvéremnek, atyámnak, fiamnak. Na, most már jó lesz, köszönöm szépen. Megjöttem Guli bátyja itt. Na, Guli bátyja, mi a öcsém? Mit szeretné? Mi az, hogy öcsém? Hát mi vagy te csövesmentős, ott vannak lent az emberek. Maradjál már magadnak, te pacolak. Na, figyelj már, te csövesmentős, dolgozzál, mit szemtelenkedsz? Na. Így, teszem a ladár, született, kérem szépen. Igen, na! 90, na, mennyi, dolgozzál! Dolgozzál, bocs, Guli bátyja! Dolgozzál! Dolgozzál! Te, fiam, maradj már! Ott vannak lent az agyhalottak, ahol téged is teszek mindjárt. A koporsóba! Hát verekedni nem tudsz! Gyere, akkor leugrunk együtt, mit szólsz hozzá? Leugrok a... Mit szólsz hozzá, leugrunk együtt. Oké, ugorjunk, leugrok a válláról. Na gyere, Mian! Szerinted azt hiszed menő vagy? Azt hiszed menő vagy? Mentős! Na menjünk, adjuk mentős, itt a bolondot! Le, gyertek, menjünk! Hogy innen, te pacalat! Na menjünk ide, gyertek, skacó! Gyere már, Matsu, ne cigizgessé, gyertek! Hello, hello, na, jó van, gyere! Figyelj, nem? Ott vannak lent a... Te pacalat! Na, hogy beszélsz velem, te? Csövesmentős, mi jött el, megy? Semmi, na. Figyelj, megyünk a Hornis bistróba, mert ott van még egy kis elszámolni valunk. Tudod, hogy hol vagy, nem? Várjuk meg a többieket, szólok nekik. Skacok, skacok, skacok! A Hornis bistróba átmegyünk, ott van egy-kettő elintézni az hol van? De várjál, Budi bátyám, igen. Szárga hozzá. Papa, hákunk van, papa, itt van a városban, papa. Itt van papa, a jó, akkor papáért, várjál, menjünk papáért. És akkor elviszük a bistróba őt. Jó? Itt van Sompír tata is, gyerekek, akkor ez egy jó nap. Itt van Sompír papa is, fővesszük. Az főúság van. Figyelj, jó vagyunk, macukám, mindent csináljuk, a pénzt, meg a százezreket, most van egy ilyen izé. Papa! Papát keresem! Ott van, mert itt van már. Papa, szállj be! Nehogy szállok, ne szállj. Mert megyünk, van egy nagyon fontos üzlet, tartoznak nekünk sok pénzen. Szállj be, öreg. Gyere át, de papa, te felezzük, szállj már be. Gyere ide. Na, ilyen buzi kocsi itt van. Na hát igen, azért olyan kocsi, mert tiéd. Menj már innen, öreg, te ki vagy? Na menjünk, gyere papa. Annyi a lényeg, hogy tartozik nekem egy bistró, ez egy ilyen hamburgeres, és nagyon sok pénzzel tartoznak nekem, papa. Az hány hamburger? Hát nem tudom, hogy hány hamburger, de annyi a lényeg, hogy oda megyünk, és elkérünk tőlük $1,000,000, mert nagyon nagy pénzeket csinálnak. Hosszú rohadt, láttad, papa? Hoppá! Láttam, te ügyes vagy, jó van. Jaj, Istenem! Szép, szép. Istenem! Nem vagyok jól, mert meglöktetek és beütöttem a gerincemet! Te mentél neki magad! Gerincem, beütöttem! Az a szerencsé, hogy jók a székek! Ú, de jó, jó vagy, papa! Nem esett ki egy fogad se? Megmaradt az a maradék kettő? Nem, három volt, de most már csak kettő van. Na, hát akkor arra vigyázni kell. De figyelj, az Ádám Securitynek sincs több foga, mint neked, pedig ő csak 20 éves. Tudod, hogy az Ádám... Csinálja a protkóját, tuti. De ismer Ádám Securityt? Amúgy nem. Papa, most viccen kívül, amúgy hány fogad van? Kettő. Amúgy komolyan kettő van? Komolyan. De mi kies így öregkoromra, nekem is ki fognak esni? Vagy ez hogy van? Menj a bányába 14 évet, és majd megtudom. De amúgy most nem vizéből kérdezem, de amúgy tényleg kieshet öregkoromra, vagy ez hogy van? Hát mondom, a bányai munka elindulása. Ja, bányás. De mi ott? De mit csinálsz nem már? Vezetni. Nem tudsz vezetni, vagy mi na, van? Na mi van? Ti nem tudtok. Na látod, milyen izé szemtelenek? Na gyere, menjünk be. Igazok van, bazd. Mi? Ez az? Gyere, ha? Ők tartoznak. Menjél be, papa, hogy kérdezek, hogy a tartozás mikor akarják odafizetni. Skacok, soha még ne menjetek, skacok, skacok, váltok.
800-asra. Na, skacó, annyi lényeg, a papa fog beszélni, hogy a tartozást adják oda 1 millió a védelmi pénz, menjünk be, gyertek. És rendelj mindent ingyen. A... Ez most védelmi pénz lesz? Ja, igen, akkor igen, ez igen. Nem tartozás. De az. Tiszteletem! Jó napot kívánok! Babos bakta lesz! Na, szeretnénk itt kicsit beszélgetni, mert itt az a gond, hogy komoly tartozások vannak a bisztrónak a felénk, itt a cégünk felé. Szóval átveszít a legidősebb buriember a szót, Don Corleone Vito Imre Bojka, téd a szó. Szárvusztok emberek! Na, az a lényeg, hogy akarjátok ezt a boltot még vinni tovább, vagy hogy lesz ez? Hát, hogy szeretnénk. Mikor kezdtétek el? Ezt, hú, nem tudom. Mikor kezdtük? Ellen. Hát, bassza, héten. Hát kb. Hát, akkor már több millió bevételnek kell lenni, komám. Hajjaj. Na, akkor az a helyzet, hogy ezt az 1 milliókát, azt gyönyörű szépen legomboljátok, és akkor utána bígan élhettek tovább. Míg meg nem haltok. Hát bárcsak hol lenne annyi, bárcsak lenne. Míg le nem lő benneteket az 539-es. Az én vagyok, uram, az a nevem, én elmondom... Legyem Aladár. Nem, az én nevem Mr. Mafia, a barátom neve, a jobb kezem. Mutatkozz be, jobb kezem. Sziasztok, én vagyok Guli. Szóval annyi lényeg... Na attól aztán félhettek ma azt föl, kiakasszátok, akkor nektek... Így van, akkor elmondom csak neked... Csak mondom, hogy itt nincs az egy egyezgetés. Itt egyből a kés megy be a májba, meg a tüdőbe. Igen, szóval vegyétek ki a kasszatartalmat, azt adjátok ide nekünk, azt csináljatok nekünk egy 30-40 burger, mert marha ilyesek vagyunk, jó? Ja, nyilván... Ezer van a számlán. Nyilván a ti számlátokra szól. Kezdjétek el a hamburgereket sütni, öcsköseim! Vagy megfogom, és a dupla békörös hamburgerbe nyomom a fejed! De hülye vagy, bazd meg. Hogy apasznak kiabálsz te itt már? Hú, de ideges vagyok, papa! Szóval ide a pénz, vagy milyen boxolni szeretnétek, vagy hogyan szeretnétek te dolgozni? $3,000 lesz. Na jó, hát akkor sajnálj. Jó, akkor vigyétek át őket a boltba. Akkor dobjatok nekem izé hamburgereket. Engedjetek csak. Jó, oké, öcskösök! Most kezdjétek el sütni a 100 darab burgert most azonnal, mert ha nem, akkor fejeden tudod lesz. Nyissátok ki! Nincs kulcsunk hozzá. Jó, akkor, nem, akkor szeretnék rendelni 100 darab burgert, csináljátok akkor meg! Akkor viszlek öcsém a sütőt. Hallod, kopasz! Ne vigyél sehova. Ne, tedd le! Kopasz! Hozzád beszélek te! Bruce Willis! Új, de erős! Bruce Willis, hallasz? Gyúrok, várjó, menjünk karriba! Ez a vises. Bruce Willis, itt vagy? Itt vagyok. Na, figyelj már, csináld kezdes sütögette a hamburgert! Vagy olyan nyakas kapsz, hogy nyulat nekem fogsz. Nekem nincs hozzá kezem. Nekem meg van hozzá kezed. Na mi van? Nem csinálod a hamburgert? Vagy milyen haver? Szeretnék ki fizetni. Majd nem fizetünk mi semmit, cső öreg. Kedjed csinálni. Na hát, az pénzbe kerül. Igen, öreg. Milyen pénzbe kerül? Örülj, nem kapsz két nyakast. Öreg, intézd már nekünk a hamburgert, éhesek vagyunk. Na mi van, öreg? Na, ezt szeretnéd, hogy ez legyen? Na, várjatok. Na, most mi van? Akkor most kóstolgattok engem? Menő vagy? Ne. Jó, oké, gyerekek, vigyétek ki ezek, vigyük ki, beszéljük meg. Na igen, Pudi, mondj. Orbán Viktorral nagyon jóba vagyok, úgyhogy ha nem szeretnétek, hogy ezt itt bezárassam, kihívjam az ANTS-t, mert innen látom, hogy az olaj söpög le a földre. Meg rohad a burger. Olyan olajszag van, hogy nem lehet itt benne. Papa, nézd! Akkor gyorsan 100 darab hamburgert itt a klánnak le kell gyártani. Jó, akkor melyikből is ki kell fizetni, és akkor... Jó, van, nem fizetünk mi semmit, ez a cég számlájára megy. Jó, oké, akkor... Jó van, akkor gyere, kicsit megbeszéljük itt a dolgokat, jó? Akkor átvegyük itt a boltunkba. Akkor most mi van? Most akkor fogod csinálni, vagy nem fogod csinálni a burgert? Hát ki kell fizetni? Nem fogunk semmit fizetni, mindjárt csinálunk, akkor... Mondom, ki kell fizetni? Nem fizetünk ki semmit, te aljas disznó! Ki kell fizetni? Á, nem fizetünk semmit, akkor most tudod, most mi van? Meg fogunk... Ezt ide betesszünk, na mi van? Ismered itt a barátomat? Maradj itt hátul, vedd köztessétek le az öcsküst. Hozok kocsit. Öcsküsöm. Ötözzetek le? Na mi a mennyi hátrafele? Van, na látod? Ilyen egyszerű. Papa, hol van a papa? Hova mész? Egy klajok. Papa, menj be hátra, mert nagyon ideges vagyok, komolyan mondom. Hey! Ideg összeroppanásba fogsz elpusztulni. Hey! Hey! Mondtam valamit, bajusz huszár. Mi van te? Robot? Te Bundesliga! Melyik foci csapat? Hát az vagyok... Soma. Soma? Igen? Halló? Adi! Nem, halló. Milyen Soma? Újpest vagy, mert mindjárt leszúrlak a kecsibe, várjál csak. Jó, na Guli, fejezd be! Rakd már be őket átra! Ki fogja lőni? Guli, mit csináltok?
Hát le akarom szúrni őket. De nem húszúrogass, de ne emberi, tegyetek már le! Nem hallottad, mit mondott? Macu, ne foglak. Na, ezt a gyereket vigyétek már be hátra. Jó van, új Pest, Bundesliga frizura, menjél be hátra. Elindultak, azt már itt jó, menjünk, menjünk, ki gyertek hátra, menjünk be. Szép napokat. PD? PD. Megint ezt a boltot tudom. Ahogy uram, olcsó cigiben mondom. Vannak a zsarúk. Igen. Ezt a boltot pont most rabolták, szóval lehet, hogy bogaras lesz. Nem lesz bogaras, intéztem. Megvan minden. Megvan minden, jó. Jó, figyeljetek, serifek, visszamegyünk, jó, ne egy tövöldözés legyen. De uram, most rabolták, bogaras lesz. De nem lesz bogaras, mert azért nem lesz bogaras, mert úgy mondom magának, akkor én is mondom olcsó cigibe, hogy én bármelyik boltot akármikor tudom rabolni, nem tudtam, most rabolták. Oké, csak úgy mondom. Köszi szépen, Patrik, nagyon szépen köszönöm az aikat. MG volt? Persze, hogy MG. De megfogom a párom, most odarakom a árom. Na! Vetőztessétek már itt az urat. Már mondtam neki, hogy fejbe lövöm. Na! Ti vagytok itt a Hornis Bistrosz atya? Ja. Ja, akkor látjátok, ez kellett nektek? Ez most őszintén kellett nektek itt a feszültség? Hogy rátok hozzuk a bajt, meg hogy lehetsetek, mert nem hogy megcsináltátok onnan nekünk azt a 100 burgert. Szia, Soma! Szia, Soma! Hát, hallod, Gudi? Guli! De hallod? Szépen beszélj már! Guli, ne beszélj már ilyen, légy szíves! Tényleg! Guli, kérlek, te is jobban, nem? Hát nem hallod, mit mond nekem az de barátom, tudod, hogy én kultúrált ember vagyok. Hát én az Operett Színházba járok, a Nemzeti Színházba járok, meg kiolvastam az Egri csillagokat, kiolvastam a Nemecsek Ernő könyvét, a Pál utcai fiúkat, a pár fiúkat is kiolvastam. Érted, Macu? Te tudod, hogy mikről beszélek? Nem tudod, hogy mikről beszélek, mert olyan agyhalott senki ázi vagy, hello, hogy mi sem vágod, milyen könyvek. Beszél? Arról beszélek, hogy agyhalott vagy. Miért ennek agyhalott? Rendőr uram, ki írta a Pál utcai fiúkat? De jókai morja, nem? Hoppá. Na látod? Ezért vagy rendőr, fiam. De mehetett most egy ló? Mehet. Jó, jövök. Engedjen már be. Nem tudja. Mi jobb a hizó, Guli? Na, ha muszáj, oké, muszáj. Várjátok kicsit. Gyerekek, kicsit csöndet, csöndet, a papa hagyd beszéljen. Dehogy beszéljen. De te fogsz tárgyalni. Te fogsz beszélni. Én egy normális ember akarok tárgyalni, nem egy ilyen baskalapos szalag. Igaz, haver? Na, azért. Szemvegedet is légy szíves, kapd le, mert... Segítek, papa! Valamiért kikerül. De hát, segítettem. Köszönöm szépen a segítettem. Na jó, akkor most a fölső fogd már be, Mustafa. Is, kap le, gyere kap le. Papa, beszélj. Fogd már be! De nekem vele nem ordibálsz, haló. Most akkor ti mi rendben... Mi az, hogy nem ordibálok? Kusszolj már be! Jó, nem meg, megnézhetném a túszokat? Vagy van, vagy nincs? Hú, de ideges vagyok. Gyere, gyere utána. Jó. A papa hagy intézze. Hát mert ezért hol a Guli? Itt vagyok. De mi nincs kaja? Hát mi a bajod, muszik el? Nincs azért van a hamburgerező, kivett éve. Hát de tudsz venni ezért fánkot, meg ilyenek? Nem? Figyelj, ja, a fánk az van, édesége. Vasárnap akkor elmegyünk a templomba, ahogy megbeszéltük. Hát de most mi? Én nem bűnöztem, én nem követtem. Hát de megbeszéltük, hogy elmegyünk közösen a templomba. Hát de barátom, hát Gudi barátom. Le akarsz térdelni? De mi az, hogy le akarsz térdelni? Mit pofozgasz? Életem volt szépségem. Tényleg szépségem, akkor ülj el, jó? Mert most már levi lesz el ültetve. Mi van? Mi van? Na! Mondom, térdelj te! Halló! Szia! Menj, vetkőzze! De most éppen rablunk. Ki vagy? Vetkőzök. Te ki vagy? Kérdeztem. Megkérdezem majd, jó? De elejétől jöttem, mikor ugye. Vedd a sisakot is, légy szíves. Jó van, majd megkérdezem. Azt is, légy szíves, a maszkot is kérek, vedd le. Majd értesítem. Köszönöm szépen. Elő. Amúgy lehet, hogy Levi most már igazad van. És kezeket föl, át fog magát motozni. Álljon árébb Simon Jani. Ki is van nálam, Annyi. Akkor megfogom, belenézek az olyan zsebébe. Hát kettő darab kés, ezt el kell vegyem, uram. Gottan, Annyi, esetleg valamit kaphatok, mert nagyon kevés az illeszkedvem. Hát az a gond most nem sincs olyan. Mi a öreg? Tárgyaltál, vagy mit csináltál? Sajnik, maszki kérdő szókára az arukat. Nem, várjálsz, most még vidd hátra, majd szok neki. Egy túlszél, akkor húzzanak innen a picsába. Az jó, ma akkor mondd neki. Jó, nem fogják elcseszni, nyugi Levikén. Most intézkezd, vagy nem?
Nem teljesített. Jó, figyelj gomba figura, ja. Csak úgy szólok neked, hogy itt a barátom hatalmas, bocsánat, az édesapukám, hatalmas nagy ember a városba, nem tudom, hogy merre, hogy mennyis ő, Corleone család. Adj a picsába, húzz innen a hülye dumádom már. Na, itt hallom a szó, hogy most akkor te tárgyalsz, vagy én, mert akkor innen kivesz. Akkor nem, te tárgyalsz, papa, hát... Hát de hát mi a fasznak köt, szózz lele? Hát csak igen, azért, hogy komolyan vegyedek. Húzz innen, menj a túlszok közé, fegyelmezd őket. Fegyelmezem én. Fegyelmezd. Na ugye, akkor egy kicsit felszedítek most a kapat, szöges pilótot, ugye? És a rendőr bácsik minden autó elvonul az ellenkező oldalra, egy tuszért. Jó, de már ígérem állatban. Kéne nekem egy csokkoló, papát a csokkoló. Várjál? Az a baj nincs. Mi van? Hol vagy te? Na, skacok, skacok, tiszteltem uram. Igen. Egy várjon, elnézést, hogy kijöttem. Igen. Én adok maguknak két túszt, egy sokkolóért. Nem teljesítető, legális dolgokat nem adhatunk. Akkor úgy mondom magának, hogy vissza fogom adni egy 5 percen belül, és adok helyette két túszt. Csak a papát meg kell neveljem, mert a papának arcelmelkora van, és fura idegrángásai vannak, és meg szeretném gyógyítani, úgy mondom magának. És adok két darab túszt cserébe. És visszaadom a menekülés előtt a kollégájának, aki bent van. És becsavamat, ráteszem a szívemre a kezem. Ahová teszem a kezem, ott pénzt terem. Rendben, rendben. Két percen belül jó, kérnék vissza szépen. Akkor a sokkoló. Jó, jó. Köszönöm szépen, az Isten áldja, uram. Tessék? Isten áldja. Már leszoktam tőle. Hát nem mindig. Mi történt az öreggel? Lesokkolták. Írtam. Valaki lesokkolt téged, öreg. Igen, igen. Teljesítve is van. Már megy, és igazán tudsz. Tehát akkor mondd vissza, hogy mi a követelésünk. Na, a boltból kinézve balra, szedjük fel a szögeseket. Igen? Bocsánat. A boltból kinézve balra. Igen. És? Kaszinó, igen, arra, kaszinó, igen. Kaszinó. Nem fog rajta. Na. Akkor a másik tuszért minden... Nézd oda ki a faszom... Itt össze. Szerintem... Csinál, uram? Tippelnék, hogy ki lehet az. Menjen már innen, uram! Sejtem. Hallod? Az összes rendőrautó menjen el, álljon háttal a jobb oldalon. De úgy, hogy a menet irány a jobb oldalra nézem, minden autón. És beszélgetnek a rádió, itt szíves. Már megint bazd meg. Pillanat. Járok egyet. Akkor szólnék. Teljes szabadok magának. Kettő túl. Rendben. Mindjárt pedig a kettő túl. Hú, a rendőr megtámadt a Sompir papát. Ez hiba volt. Ez baj. Bajuszú. Tolt ki a bicikli. Kaját te voltam. Mi történik a Csompi? Miért ütöget el? Mindig valaki meg... Kaját kélek. Keresd meg ki az. Ütöttük a kettőt, és még van. Egy van itt pedig. Hol a második túl? Buli, bárki be van út. Nyugodj már meg. Fejezzétek már benket. Buli, van füvesed? Nincs semmi. Velem akartok szólózni? És opium semmi. Nincs semmi. Soma bátya. Menj ki. Te miért jöttél ki? Soma bátya. Már ki kell menni a két túsznak. Ja, bocsánat, nem figyeltem. Ne arra tudjál már. Arra. Jaj. A kettő túszereknek ilyen sokkal. Segíts. Uram. Uram, kettőt kérhetnek érni a sokkolóért. Mi a fasz? Lőj. Ne lőj, ne lőj, ne lőj, ne lőj. Aki lő... Ah. De ne... Soha... Be... Miért mentek el a rendőrök? Van az a kocsiból rendőrök. Kettőt úgy kérhetnek érni a sok... Hát nem nagy, nem annyi. Hát már egy kiment. Kettőt küldjetek még ki Sompírral együtt. Úristen, bevadul Sompír papa. Da, kettő menjen, induljon. Fradi, Fradi! Tudod, hogy majdnem felébe lesz a baszló. Fradista vagy te! Egyik visszajön.
Kapja! Uraim, rendőrök, mit csinálnak ezzel? Itt van ez a izét, bolond. Uram. Igen? Hát maguk miért futkoráztak? Azért, mert befut a túsz, vissza! Én Fradis is vagyok, itt a Majam is. Jogi. Melyik csapatnak szúr volt? Úgyfestet is vagy! Hát mindegyik vagyok, bátya! Nem kell lelállat! Ez hogy, miben halt meg? Azt a rohadt! Ez... Várjon, ez miben halt bele? Ez mi volt? Mi? Sumám! Ilyen hajtalan! Felpufoszkatom az urat, fölkejtem! Felkapom itt az urat! Ez miben halt meg? Ha meghalt? Aha. Azt a rohadt, csak annyit látom, hogy neki... Én csak annyit látom, hogy neki dől a kocsinak. Most meg lapulnak minket lőni a boltba. Micsoda? De ki lőtte? Mi se tudjuk. Elájult az úr, csak annyit látom, hogy neki dőlt a kocsimnak és elájult, jó? Egy pillanat csak az egyik elkövetőnek hívunk egy mentőst. Ú, de jó lenne, hogy csinálnak. Van mentős. Van mentős a... Szép jó napot, tartózkodik mentős. Mi történt, kis gyerekek? Hát elájult hirtelen. Azt a rohadt, mekkorát. Úgy megijedtem, gyerekek. Úgy megijedtem. Hogy tudom sajnálni? Amúgy a papa volt? Milyen rossz indulatú a papa, nem? Kurva életbe. Jó, ezt vissza fogom adni a papának. Vissza fogom adni a papának. Manu. Mit történt a főszó? Nyomjunk. Gyere, Manu. Köszönöm. Manu, másszál fő. 1-2-3 lassan magához. Köszönöm szépen, Bizi. Köszi szépen a rózsát. Nyomjál, öreg, nyomjál! Nyomom a hasát tovább is, nem a hasát, bocsánat, a melkasát, a szívét. Hú, vár, bár, ez ének. Pumpálja meg a jó, száját. Jó, nézzétek, a kucsucsik megtámad. Mit tudok én? Nem tudjuk. Jó, rosszul vagyok. Köszönöm szépen, Dominik, az ajándékom és a lelkirály. Jó vagyok, köszönöm. Visszamehetünk tárgyalni, de az a túsz ügyék már el innen, mert úgy szétszakadt. A túsz, azt vigyék el. Menjünk vissza. Ej, mi bántasz, haló? Mit csinál? Dikasz. Majd kerülünk. Haló. Na, csak el akarom nyugtatni az öreget. Menjünk vissza. Bocsi. Soma, nem tényeket közöl. Igazad van, igen. Annyit szeretnék, mert újraélesztettem egy túszt, ezt is háromra indulunk. Jó, várjon, de várj, akkor kéne nekem egy kocsi. Várj, uram, akkor kísérjél már, kihívom a jég. Amazonról rendelek akkor. Amazon. Kinek tartozok a sokkolóval? Kollégák, vigyázzanak onnan. A pillanat ide hívok. Hát most a sorsra bízom. Egy Project X-ádát. A sorsra bízom. Visszaadom a izét itt. Na, a sorsra bízom itt a menekülés kacok. Valamelyik szerűfese megadta a sokkulót. Ó, egyszer szeretem ezt a mercit. Kinek kell adjam ezt? Magának? Adja ide nekem, adja ide, aztán jó, átadom. Másodperc. Jó. Ha. Ezt itt hagytad, csöves. Most adja. Te sheriffnek adja oda. Jó, én örülök, csak... Szemten a... Mi a tarszáma, uram? Maga adta ide? 3-27. Ott meg is érkezett. Hoppa. 3-27. Annyi, igen. Hogy beállna nekem ide a kocsival? Ez a sors ezt akarja, hogy ezzel menekülje. Vigyék már innen ezt a túszt! Uram, hát álljanak már be vele! Hallod? Hallod? Nikola! Nikola, te jössz velem, a papa meg a Gudi, jó? Jó van, oké. Gudi, jössz velem? Persze, hogy vegyek papát. Oké. Hú, gyerekek, már 743-an vagyunk, skacok, azt még el szeretném mondani itt a nagy menekülés előtt, hogy már 85 új követő jött a streamre, nagyon szépen köszönöm. Szóval 15 új ember bekövet, megvan a 100-ra új követés, a mai nap során a legtöbb ajándékot dobja, én is megajándékozom ezzel a fejhallgatóval, szóval köszönöm szépen mindenkinek előre is az ajándékokat, megyek is vissza, mert mindjárt menekülés van, és Manó kutya az ödembe van. Várjon, mikor indulunk? De várj, jó, de a kocsiba, izé, ott szálljanak már a kocsiból ki! Megyünk, csak szálljanak ki a kocsiból. Jó. Be vagyok lassú, oda nem szállsz be. Ugye, a papa jöjjön, papa, szállj már be! Hol van az öreg? Serpent from my zargassó. Mehetünk? Erre kértünk szabad utat. Arra. Jó, megyünk. Merre kértél szó? Jó, erre. Na most már erre. Oké. Papa, amúgy nagyon szemtelen voltál múltkor, csak mondom.
Azt hallottam, azt hallottam, hogy te voltad, aki engem hátba lőtt. Azt hallottam, hogy... Én fejbe lőttem. Azt, hogy ilyen, azt, hogy... Nem, te hátba szúrsz engem, hátba szúrsz engem, és látod, milyen ember vagy? Te hátba szúrod itt az unokádat. Az unoká... Az mi a fasz? Ilyen picsa autót mondtad meg. Melyik ökör volt? Az fel is volt. Kiszállunk, uram, igen, kiszállunk. Kirúgok egy embert a kocsiból. Sompír, papa, te vagy az? Szia! Sompír, tata! Mi van, Sompír, tata? Visszakaptad? Jó, szóljatok a hány méter? Mondom, közel van 3 méter, 10 méter. Milyen öcskös? Gyerünk már vissza az öregéhez. Na, hogy megyek? 40 méter, papa, nyomjad neki. Hú, milyen Sompír, papa! Berki! Mi a pasztarod, mi történt? Hogy megállt? És jók is vagyunk szerintem. Eltűntünk. Hova tűntek? Nem tudom, hogy jók vagyunk. Addig maradjunk itt. Jó. Elmentünk. De mi? Ide állj be a kőmök. Itt van. Itt van már. Álljon meg a törvény nevében! A törvény nevében kap be a kupakpakikámat! Ez a saját emberem, bazd meg, Macu! A legkomolyabb emberem! Törvény nevében álljon meg és szálljon ki! Mert adtuk magának a legnagyobb bűnözőt, Sompír papát! Maguk kellenek, maguk is meg magad! Jó! Szálljon ki! A törvény nevében kap be a kupakpakikámat! De amúgy a saját embereim miért csinálják ezt? Ez nem a miénk. Akkor őt kell ezt a buzit. Itt csinálom olyan fontos. De ez a miénk. Miénk? De nem biztos. Újúj. Nem a miénk volt, hát nem jött senki pirossal. De nézd a törvény nevébe. Figyelj. 50 méter papa nyomért neki. Nyugi, nyugi, figyelj. Papa Sanchez, oda nézd. Ha nem akadtál fő. Nem várunk meg, adja már még nekem, zsarú. Hány perc? Még van 3. Nem, hogy a Macu kipitelni. Oda néz, harcolnak, harcolnak. Az, minket fog kipitelni. Álljon meg, vagy levök! Jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Mit történt, nem nézse be. Lemarad? 200 méter felborult, Ez az! Jó. Balra menjél, itt balra. Jó, nyugodj meg, majd lekanyarodunk, amerre ne tudunk. Mi csak száz... Jaj, basszus, benyomtam a izét, a tempómatot, azért nem gyorsultunk. Azt én vagyok ilyen ügyes, jaj, de jó vagyok. Sompír papával mi van? Hallod? Menjünk már helikopterért. Sompír papát hívd már föl. Jó, helikopterért? Menjünk helikopterért. Jó, jelöld be, ahol ki tudom kérni a izét, figyelj. Ez ütött el, mut... Elhívom. Várjál, ez volt az a szemét, ez a tudom meg szemét. Fordulj meg. Őt ki. Várjál, kiszállok. Tudod, hogy kinek mit csinált a kocsimmal? Öreg. Bocs, bátya. Milyen bátya? Szállják ki, öcsi? Szállják ki, nem szólunk kétszer. Köszi, Zolim, köszi. Na, rabolt ki. Merre vagy? Rabolt ki. Adj neki, ez az. Adj neki. Jó van, akkor megnyugodtam. Mit mondtad? Na majd akkor találkozunk. Mehetünk, papa. Mi még menekülünk. Hol van, papa? Na látod, ezt mondod, hogy melyik volt? Felvették ő. Huli szétszúrta. Felvették az öreget. Hova? Hol? Hát egyik emberünk, kocsival. Köszön eljöttünk. Vagy meg a rendőröknek oda kellett volna dobni egy kígyónak. Érted? Annyira pambolyok a rendőrök, hogy nem akarták az öreget követni. Hagyjön, mert tudták, hogy a papa az nem mond semmit. Vagy amúgy a legnagyobb vamzer a papa, amúgy csak mondom neked. Köszi, Zoli, az ajándékot, nagyon szépen köszönöm neked. Szia, Bogi! Itt van valaki az út. Közepén. Szállj be velem vagy! Hallod, kipitelt a rendőr, bebaszott oda. Hova? Oda bedobó, oda nem tudtam. Jól kérdezni. Tette! Köszi Zolikám, nagyon szépen köszönöm. Ne, ez csak ilőtt titeket, ki tudnod volna. Jó van, menjél, te nagyon segítettél itt át a fanboy. Hol van a papa? Hol a papa? Lefőd, Csibókám. Azt tudjuk, hogy lefőd, de hol van? Nem tudom. Nézd már meg. Eltűnni, Pető Frájá, nézd. Hol van? Hogy kell leírni a Csibót? Csével? Csével? Hol? Itt van a... Izé boltnál szerintem, itt vannak, nagyon mennek itt. Igen, várjál, mondjad. Folyamat jelölöm. Papát nem is csukták, de pedig azt akartam visszaadni neki. Erre? Ott vannak, folyamat mennek, jelölöm a... Hol várjál, minket akar... Hol a Sompír? Itt van mellett. Sompír, nem kaptak el?
Nem, elmenek. Majd mindjárt elkaplak én téged, papa. Látod, milyen rossz indulatú vagy, papa? Na már megint kell, gyerekek, csináljak világos. Köszi szépen, Zodikám, az ajándékok, a 67 darab rózsát. Kerszoljak megint, szerző is vannak, hogy legyen szép az ég, kék derűs meg minden. És köszönöm szépen az új embereknek a követést, mert már 118 új ember bekövetett. Na, oh my god, papa, rád villog a nap, rád mosolygott a nap is. Manókám, menjed, manó kutyám. Papám, amúgy csalódtam benned, csak mondom. Én már, ide se jöttem, már most csalódott vagyok. Hát de papa, én folyamatosan csalódok benne, tehát látod, én téged a nagypapámnak tartalak, és te az unokáddal mindig kicseszel, látod? Orvoshoz küldesz, ilyeneket csinálsz, nem? Haragszom rád. Mutogass az ujját, figyelj! Mit mutogatsz? Ez nem én voltam, eltörjem kezed lábad, papa, hogy mutogatsz nekem? Mindjárt mutatom. Ezt neked, papa, ezt neked. Mutat neked mindjárt. Ezt neked, papa, nézd. Ezt neked, igen, menő vagy, papa, igen, ezt neked, ezt. Neked, itt van papa, jó van, akkor gyere, játsszuk le. Boxolni akarsz, vagy mi van, öreg? Trottyos, szétrugom most a falagadat. Kitépem az urat a kocsiból, mi van, gyere? Nem akarsz boxolni, vagy mi van? Félsz kiszállni? Mi van, nem vagy bekötve? Hajrá, Fradi, csak a Fradi, csak a Fradi. Ott akarodj innen. Miért nem lövitek le? Lopja a kocsit. Jó, átadta az angyalka. Báá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 
Mehetünk te pap? Szerintem beszállt lehet. Mi? Lehet beszállt. Beszállt a kocsitokba. Hagyjad már. Akkor hol vannak a többiek? Most ez akkor... Elvitt a kocsit, tesó. A papa? Istenem... Sompír, te vagy! Fel fog robbanni az öreg. Ki? Ez az öreg volt. Öreg, ég az autó. Papa, mit csinálsz? Várjál, hogy csinálsz. Vigyázz! Szaladjatok, ne üljétek ki! Meghalt a papa. Meg... Né, papa! Megöltétek a nagypapámat! Megény öreg! Imre Bojka! Grídezett! Kapja, vegyél délétek! De az a Jordan cipő az nem még a lábán nézd! Az engyél. Az tűzálló. Manó, légy szemegyre! Mert bepróbálom fel, kivenni a kocsiból. Fagd már! Á, papából grídezette! Istenem, mit csináltatok? Grídezett hotdog lett a papából, na mindegy, menjünk! Papa, ezt tudtad intézni, átod megint! Papa! Papa, aki másnak vermetás, maga esik bele. Kapjátok már fel az embereket. Jó a pólót, köszönöm szépen. Papa, álltátok, hogy milyen rossz indulatú volt? Amúgy sikeres lett a rablás, nem? Ja. Viszont van egy jó... Vissza kell venni a boltba, vagy el kell kérni az úriembert a pénzt. Elfelejtettem elkérni. Gyerekek, ilyen... Hát ez a taktika. Ennyi. És elkaptak, nem lesz náluk pénz. Ja. Igen. De látjátok, ez a taktika. Jaj. Oh, wow, ugassák osztolni, jó kutya! Na. A guli hol van? A guli, tényleg hol a guli? Azok elvesztek. Guli bratyászom hol van? Jó, skacok! Nézem! Szerintem, amúgy még a Hornisburgerrel vissza kéne térni, hogy most már tudják-e, hogy kikkel kekeckedtek, hogyha már... Nekem ez áradni van. Az ajtókat. Ja, amúgy lehet, hogy csinálni túlzdrámát a Hornisba, nem? Ja. Na várjál! Te tudod, öreg. De jó. Nézd! Az öreg megtartotta nekem! Nézd! Hát 150 ezer. Na figyelj, menjünk a Hornisba át, gyertek? Adjátok már az öreget. A Macu tesó az velém jön szemből, tesó. Macu, még egyszer belém fogsz jönni, ki foglak lőni? Baszom, megmentettelek. Dehogy mentettél, meg velém jöttél szembe. Hogy? Hát én borítottam fel a bunkó. Te milyen bunkó? Hogy beszél? Focizni se tud, de meg a szája jár. Na menjünk be? Be van zárva az étterem. Bezárták. Jó, akkor menjünk át a másikba, ott is tartoznak még 1-2 millióval. Ki tudja, hogy hol lakik a Crips? Tudja valaki, hogy hol lakik a Crips? Itt lakik a... Chris Rudy. A Chris Rudy, de ez a Delost is itt lakik?
Mazok is iszi szám. Jó, vegyünk graffitiket, és ki tudja, hogy hol lakik a Crips. Válaszolni fogok Discordon mindenkinek. Köszönöm szépen amúgy a követéseket, skacok. Elfelejtettem mondani, skacok, hogy el szeretném érni mai nap szóval a 100 új követőt, ami megdett. Most már új célt tűztem ki, szóval aki esetleg itt van és kedves új néző, és esetleg tetszik neki az adás, és esetleg nyomni egy követést, mert nagyon jó fej, nagyon aranyos, nagyon kedves, az nyomjon már egy követést, mert ez nekem hatalmas nagy segítség. Na, várjátok, akkor most hova megyünk? Graffitiért, ugye? Aha. Jó, akkor elmondom nektek, az önkormányzatot szétgraffizzük, a Cripset, mert az önkormányzat is adatüzen nekünk. Minden, csak hogy a Blue tudják, hogy mi vagyunk a legjobbak. A Cripsnek meg tudjátok már meg, ahol a helyszíne. Jó, aztán nézem. Én nem tudom, hogy hol a Cripsz amúgy. Szevasz! Figyelj! Szia! Szia! Azt a... végre találkoztam. Figyelj, már amúgy tényleg régen találkoztam, kéne egy kicsit beszélgessünk most már. Igen. Aha. Meg kéne mutassatok, hogy hol laksz. Hát, azt nem szabad. Miért nem szabad? Hm? Mert valami elvileg hadat üzentetek nekünk, hogy így meg úgy lefogtok minket ütni, meg ilyenek. Én nem tudok ki erről, bocsánat. Hát én meg tudok, szóval vigyél már oda, hogy beszéljek a főnököddel. Na most fia, gyere már barátom, nehogy már nekem kell betuszkolni a kocsiban, s legyél már jó fej. Fülön. Oké. Okay. Mi van? Mi van? Darkus. Mi van? Ne figyelj. Gyere, de légy szíves illegálból. Helye. Jön a po... De... Kész és lelő, bazd. Csak a pladi! Segítsek öreg, segítsek! De nem segít semmelyik, se... Négy csapattársam, és nem segítenek! Négy csapattársam van és ott áll, és egyik se segít! Amúgy ilyen csapatot esküszöm föl fogom őket rúgni a holdig. De amúgy tényleg a kosztolnik is... Az se segített semmit se amúgy. Fú, ez a kosztolnik te! Van még a fradisok? Manó, menj le! Jó, nincsen. Jó, akkor no para. Basszuskus, ma a tréninget meg kellett volna csinálni. Kiiktattam az utolsó. Gúnya kéne nekem. Hát látod, azt mondom, én vagyok a legjobbak, azt annyira résem van, hogy másfél perce harcok, az egyik se segít. Gúnya Petter, nem tudják elérni. Hol vannak a fradis gecik? Már vége, meghalt. Nem esik le nekik, hogy harcolom. Mert a macunak nincs fegyver, azt adtam neki. Idejövök. Jó, gyerekek, úgy az most kéne nekem. Na mindegy, ameddig itt várjuk itt a mentőst. Ma amúgy többet feküdtem, basszus kucs, mint az egész nyári szünet alatt. Amúgy. Köszi Bogikám a 9 darab rózsát. Na skacok, elmondom akkor itt a lényeget, jó? Ami nagyon-nagyon fontos, hogy skacok, a mai nap során, aki a legtöbb ajándékot dobja, és benne van a top 1-es ajándékozóba, mármint a top 1 lesz, annak oda ajándékozom ezt a füdest. Szóval most ti is ajándékoztok nekem, mert mostanában szoktatok nekem, megmaradt csomó ilyen gamer setupom, gamer cuccom, én meg oda ajándékozom ezt, ez egy bontatlan gamer füles, stream végén meg fogom nézni, hogy ki a top 1 number van a ajándékozó, előre is köszönöm mindenkinek mindenféle ajándékot is, jaj de jól, mész, úristen gyerekek, azt a rohadt teget, szóval nagyon szépen köszönöm, top 1 mennyit küldött, nem, megnézem amúgy, hogyha szeretnétek, meg tudom nézni elvileg, hogy a top 1 mennyit küldött jelenleg. Addig remélhetőleg segítenek itt a többiek, de most nagyon fölcsesszem magam amúgy tényleg, hogy ilyen csapatom legyen. Basszus kulcs, tényleg ez, de nem segítenek amúgy. Na, elvileg a Zoli az első. Az első Zoli 1313 coinnal, a második Szánta István 700 coinnal, és harmadik Krisztián 313 coinnal. Szóval Zoli 1313 coinnal az első amúgy. És a másik, amit még el szerettem volna mondani, remélhetőleg most már lesz mentős, meg itt lesznek és segítenek, meg ilyesmi. Hogy Instagramra fogom kirakni, hogy ki lesz a top 1-es. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogyha Instagramon is bekövettek. Ez az Instagramom, az frkás22. Köszönöm szépen, hogyha mindenki nyom egy követést. Thank you very much, Tomei meg Gadba. Le is írtam. Kaptam egy permát ékedés miatt. Ireumban kérelmet kérlek szépen. És le is írom frkás22 az Instagram. És föl is mondom, hogy kik azok az emberek, akik eddig bekövettek, bekövetett.
jelen pillanatban érsek.áron 22, Dominik vagyok 4, azért mondom ezt az FRK-s 22 instát, Roland Cede is bekövetett, thank you very much. Zolinak nagyon szépen köszönöm a 85 rózsát, most vettem észre. Köszönöm szépen a követést ebbe a Szent Momentumba, Real alsónak, Szabónak is olyan szépen. Köszönöm, milyen füles lehet nyerni. Hát most mutattam meg Barikán. Ezt a hamma füles lehet megnyerni. Ezt itt úgy bizony Deuba. Nagyon szépen köszönöm. Bekövetett, még egyszer mondom, egy másodpercet kérek, remélhetőleg itt a mentős segít rajtam. Ricsi.kovács, 7549, Godir, P.Bogi alsóna, 203, Kocsis.kodos, Leonád alsóna, Petrász, Dávid pap, 2. Nagyon az rohadt, menj, mit kaptam, oda nézzetek. Krisztián dobott egy hattyút, thank you very a macskát, oh my meg gád meg mindenben, Migu, köszi szépen. Zoli, német Krisztofer, Krisztián, köszönöm szépen, na megyek vissza, mert itt meg már hatalmasban mennek itt a dolgok, köszönöm szépen itt az aimaikat, Migunak, Patrik, asztarolat, Krisztiántól még kaptam, még ilyen korgikat, vagy miket kaptam, nagyon szépen köszönöm Krisztián. Rosszul vagyok. Öreg. Na jó van kollega, leadom. Köszönöm szépen a segítséget. Figyeljetek már ide itt a többiek, itt ezek a emberek, akik ott vannak velem, hol van a kosztolnik az a másik? Ti amúgy nem segítetek az embernek amúgy? Mi most értünk oda. Mert Nikulás Michaelsonnak kell segíteni? Hol van a kosztolnik? A fegyveremet meg elviszi. Amúgy ezt a kosztolnikot ki fogom rúgni amúgy, komolyan mondom. Tényleg komolyan, szívesen ma kaptam bantervek, csaltam, de azt sem tudom, hogy hogy kell csalni. Hát majd ezt nem hiszem, hogy azért kapcsban toktalanul. Akkor írjál unban kérem, mert azt meg fogjuk nézni. Gyerekek, megint össze kell szedjem a csapatot, hogyha még egyszer ilyen körülmények, a tréninget azt most már tényleg kőkeményen meg kell ejteni, mert ennek se füle, se farka, és most már kezdek én is mérgesenni, hogy elvileg nagyon komoly csapatom van, de közben meg semmi. A kosztolnik meg elvegy a cuccokkal. Na, most van oda a csapatom, megint! Jövök ide, az MG-sek jönnek, de a csapatom meg sehol nincsen. Ez hihetetlen, most tényleg. Jövök ide, kikérem a kocsit. Mi a terv? Kosztolnik, add már vissza első körben a cuccot, a második körben, meg hogyha harcolok, akkor segítsetek már meg, mert amúgy már kezdelegem lenni, abból, hogy te csak ott nézed, és a maradék három ember nézi azt, hogy 6 percen keresztül harcolok. Gyere már a piros kocsival, mert nagyon ideges vagyok. Jó van. Csak berakom a csomagot. Gyere, öreg. De eldobtad. Mi van? Mi van, Fradi? Fekvés, alvás? Gyere, öreg, szájba. Na, kosztolni... Hagyatja mondtam, mert nem engedi a kocsiba. Akkor miért fekvés alvás volt, uram? Uramszki. Te is feküdtél. Hányas a fejszám. Fekvés alvás, haver, most is fekszel. Na. Tesó, hol van ez a gyökér kosztolni, kamúd? Ott van, tehát. Szállj már be, te idióta kosztolnik, mert már elegem van belőled. Mi van, már mit tudod? Basszus kusztru... eladott az ember. Na, figyelj Kosztolnik, még ki fogjak rúgni, csak mondom. Azért rúglak ki, mert basszus kucs, te nem vagy csapatjátékos, te konkrétan... De nem volt te, fegyver. Mi az, hogy nem volt fegyvered, de neked hogy nincs fegyvered? Mindenkinek azért, van fegyvered. Azért, mert hazaértem és jöttem fel egyből, hogy menjünk. És te nem tudsz a kocsitból kivenni fegyvert? Vagy nem tudsz valami bizit? Ja, a másik, amit már a pénzt fölveszitek a csapatból, múltkor is beraktam 10 milliót, meg ilyenek, azt már fogy a fegyver alkatrész. Azt tőlem kunyerál mindenki. Szóval most akkor jó lenne, hogyha vennél valamit. Intézni mondjuk 100 vagy 200 a fegyver, most már kezd elegem lenni belőled. Te vagy itt a nagy ember, te vagy itt az alíder, az alfőnök, azt nem csinál semmit, azt cserbe hagyod a társaidat. Még annyit sem csináltál, hogy kiszóltál volna a többieknek, akiknek volt fegyver, hogy figyeljetek, a főnök bajba van, övöldözik, de az a maradék 4 vakegér se veszi észre, hogy bajba vagyok. Egyikőtök se segít senkinek, azt hívja a legnagyobb lövőjük vagytok, azt mondjátok magatokról. A szőni meg nem bírtok, de ő ne az, hogy ő nem tudok, segíteni se tudtok. Ez ki ez a bolond? Jó napot, én már elég itt vagyok. Állást akarok én. Miért mentél neki a kocsimnak? Nagyon ideges vagyok, ember. Mi van? Csak ember, hát senkinek se segít, csak te segítettél, Nikolász, a Michaelson. Én vagyok a főnök, milyen boxolni akarsz, vagy mi van? Nem, csak van állás, uram. Milyen állás? Mit a futár? Nem, pitok. Jó, reg, de! Jó, itt sem. Bazz meg! Várjátok, újra kell éleszteni megint.
valaki kezdje már szívmasszást nyomni. Mi történt? Ne csinálj! Nyugi, gyere! Kinyír mindenkit, Bolta! Nyugi, mi? Nyugi, újra kell éreztetni! Éli, Bolta! A gyírparógép! Ne! Ne! Kell az imi, adjál neki egy gyáruló volt, Mikolaus! Mit csináltatok, hát? Normál. Imi Bolyka kinyit, Kosztonyi, Kosztonyi, nekem fejlődik. Nem hiszem el, ezt tényleg nem hiszem az öreg. Imi Bolyka kinyit a főnököt, Imi Bolyka kinyit a főnököt. Imi Bolyka! Ez az, Kosztonyi, kezdte. Sok mindenkit intézzel, Koszti. Vége a játékban, ez már nem a mesekönyv. Én ezt nem hiszem el, én ezt komolyan. A Sompirőt meg igen. Utalkozó nagy SMG. Ez létezik ilyen? Találtál nálad? Jó, nem. Nem tudom. Pedig várnak minket a tekidába, gyerekek. Várnak minket a tekidába, érted? De ez a mai nap, ma már hányszor haltam, valaki tudja megszámolni? Nem tudom megszámolni, ma 4-szer, 5-ször, 6-szor haltam, mennyiszer? Zoli, amúgy köszi szépen a 20 rózsát, nagyon szépen köszönöm. És Pap Dávidnak már 14. vagyok ezen a játékos ranglistán. Nem tudom, hogyan lehet bekerülni a top 10-be, de reméletek majd összejön. 4-szer haltam, de jó basszuskus! De amúgy meg köszönöm szépen mindenkinek is a követést. A 200 ezer lájk is újra, hogy elérnénk. És köszi szépen Bálint, Fábiánnak az Ori, meg a Gamit. Fú, már jönnek a mentők, ez hihetetlen amúgy, tényleg ezt nem hiszem el amúgy. Jön a mentő, és majd elintézi a gúnyát. Nem baj. Gyerekek. Az urat legalább segítettem rajta. Ezt. A történt, kérem jöjjön. Késelések történtek, skacok. Ezt az urat, uram, ezt, tehát a két van. Hova megy, kérem? De mi, az a papa miért szúr? Bálint Fábián, nagyon szépen köszönöm az origamit. Meg kell vizsgálnom, és meg. De mi, te miért szúr a papa? Nem ezt mondom. Miért szúr, de bocsánat? 12-szer nem haltam meg, biztos nem. Ja, a 12-dik vagyok itt a játék. Itt a főnök, a főnök. Itt van. Itt van. Jó, jó, bocsánat. Köszönöm szépen, Dominik, nagyon szépen köszönöm, és Bányit Fábiánnak itt a dolgokat. Köszi szépen. Hát, de mérges vagyok, ez az Imre Bolyka. A papa nem bírt a valagával, de mindjárt szétkozom neki. A papa tényleg nem bír magával. Ez az. A papát ne hozd ide! Amúgy a Horizon Roleplay szerverén vagyunk. Szóval lehet. 150-en vagyunk fönt a szerveren. Itt, itt van mindenki, hát. Köszönöm szépen Bányint Fábián a rengeteg rózsát. Köszi szépen. Megszúrtak, uram, megszúrtak. Igen, láttam. Álljon meg, uram. Meg, megálltam, egy helyben vagyok, köszönöm szépen. Már a cseh. Megkapta a számlát? Hát sajnos igen, hogy basszak meg nyakon. Ott van a másikat, azon segíts, a többi ne. Segíts ezen a vén hülyén! Nem azt, és ja. Elvittem, arra hittem. Hol a vén hülye? 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 Hogy megy? Te vén hülye? Hát mit képzelsz be? Figyelsz. Most. Mit csinálsz, te vén hülye? Te mit képzelsz magadról? Te sompírtata, még menősködsz. Menősködő, sompírtata. Na, hozzád várj, vigyük fel az izének. Vényre. Ezt a bodond öreget, gyere, visszük, gyere. Úgy de nehezek vagytok. Uram, még itt egy másik sík hülye. Ez... Jaj, morekáncsi. Most a jó. Na várjál, hozok kábítót. Hozzá már nekem, mert nem jó. Ezzel meg mi történt ezzel? Azt is lebögtem a koszét. De leszaladt a késem. Úristen, mit csináltatok itt? Hát ezért jönnek ide a rendőrök. Így bukunk ide. Na figyeljetek, skacok! El kell vennünk a tekidába, mert tárgyalás van. Milyen jó? Tárgyalás? Most nem lesz lövöldözés? Várjál, most nem lesz, hogy tárgyalunk első körbe, jó? A jó nővel kell majd, vagy ez nem lesz ott? Nem tudom. Most nyugodt körülmények tárgyunk, mert meg hadat üzentek nekünk. Most meg szeretném tudni. Igen, meg szeretnénk tudni, hogy most mi a helyzet, hogy mi a helyzetjelentés. Hát szétdurasztok az agyuk, az oda megyük, nem? Te majd fegyvert is hozhatnám úgy, mert mindig jó lenne amúgy. Veszed a macut ide? Ide? Még meg kell bizonyítania kell a macunak. Egy 4 drogot adj már nekem rá. Akkor milyen öltöző szekrény, hol tudnék öltözni? Milyen öltöző? Fogd már be a szádat, te öltöző fejű. Hagyj már egy öltözőt nekem már, kifizetem. Várjál már, nincs még lőszerem se. Várjátok már koldus brigád. Bruce Witches van, aha. Szia Dávid.
Menjetek már a répet, kiütboxok mindenkinek az agyán! Ez nem miattam van, mert ízés a zsebben. Van még pályázható frakció? Van? Van, aha. Várjál, ez mi kell, ez SMG-zisze? Akkor ide jövök. És még lopkod, basszus kúcs. Soma, a kiképzés gyerekek az nem volt, elfelejtettem, hogy ma kiképzés lesz, azt lehet, hogy átteszem vasárnapra. Most gyerekek, megyünk konkrétan tárgyalni a frakciókkal, ahogy látjátok a Tekila is kiírta, nem tudom, hogy ki látjátok a bal felső sarokba. De a Blost várja a Lost MC Tekilával. De ezeknek van ám sok drogjuk a tekilalásoknak. Jó, akkor majd mindjárt üzletelünk velük, jó? Melyek hadat üzentek. Jó, fegyvereket hoztatok? Hoztunk, csak jó, akkor is megyünk. Jó, mindegy, mennyi kell neked? Hármat adj, majd adok a macunak. Ja, jó, akkor itt van. Figyelj, van. Ne kéreges már te! Mi a tajszámod? Jaj, 527. 524. Az öreg. Már itt van meg... mi van öreg? Na mi van öreg? De most még köteget szedem, öreg? Hát te miért basztál ki velem? A rossz se menjen meg téged. Elkezdi a bal a sokkolóba utána. Lelövöm. De nem is ültelek le! Kidob az autóból a mocsokdisznó. Mi van még? De papa! Gyere már velünk, most megyünk tárgyalni. Én már nem megyek sehova. De jössz! Itt maradok le. Gyere már papa, most mit izélsz? Szepciáskodsz, hogy te csináld itt a randalírozást. Nem magyarázom. De garázdálkodsz itt papa! Most mi vagy ilyen? Faszigarázzálkozz, papa! Látod? Megismeri a kutyám a rossz embereket. Ugat rá. Hon van? Hagyd tapossa meg. Mit mondtál rá? Mit képzelsz magadról? Hát most komolyan szúrjadak le? Ne, most már elég volt. Ugye? Na, akkor gyere, papa, adok még valamit neked, ezt nyomd el. Látod, rendes unokád leszek. Most már jó. Na, gyere, szívd el azt, gyere már, megyünk a tekilába. Gyerekek, menjünk a tekilába, várnak ránk, tárgyalni kell, most komolyan izé. Admin TGF van, igen, Sonicnak, Pikinek vagy Ákosnak kell írni admin TGF-fel kapcsolatban, skacok. Yesterday-be, Omai meg Gádba, meg mindenbe. Admin TGF-be, meg uram meg az atyámba. Köszönöm szépen gyerekek, top 12 vagyok, hú de jó lenne majd elérni a top 10-et. Na, skacok, megyünk gyerekek, tekilába mindenki, papa hol van? Nicholson! Nicholson, Michaelson, hol vagy? Ott van a bokorban. Papa, ott bujkál a bokorban. Papa, gyere már ide! Szia, anya. Nem megyek. Ez mi? Ez a... Nem megyek. Jó, majd be kell csöpögtetni a stream után a fülembe. Nem tudok. Akkor majd gyere át. Jó, de én... Jó, oké. Papa, gyere már, mert várnak rád, anyám is megérkezett, azt beszélni se tudok vele. Hülye. Öreg. Vén hülye. Itt vagyok, papa? Igen, igen. Legalább most kiegyenlítettem a számlámat. De milyen számlát, papa? Hát még én tartozok neked. Még egy nagy nyaklevessel. Hát az. Jó, papa, elmondom neked, ezek nagyon komoly emberek. Annyit kell... És kiugrott ki. Kiesett az öreg. A papa, nem között nem, magad. Nem, ja, itt van. Na, annyi a lényeg, papa, azt el szeretném mondani. Köszi Bálint, Fábián, a GG-et, nagyon szépen köszönöm. Hogy ezek elvileg bekostoltak minket, meg hadat üzentek nekünk, hogy így meg úgy széteszünk bombázva. De elvileg nagyon sok cuccuk van, szóval tudunk velük üzletet kötni, kb. Azt a rohadt. Nem tudsz elsőséget adni, piros lámpa van, baszódj meg. Kinek? Neked úgy piros lámpa. Piros lámpa van, hülye. Most mondta papa. Most már... Várjál, most hol a tekila? Visszafelé kell menni! Hol ondagyú? Na, szóval, hogy papa a műzetet jó lenne, ha megütnénk vele fegyvereket, meg ilyesmi, jó? Elveg itt vannak, kövék ez a hely. Oké? Köszönöm szépen Patrikom a rengeteg rózsát! Nagyon szépen köszönöm. Gyere, itt megyünk be. A királyok hátul érkeznek. Mégsem. A királyok most nem tudnak hátul érkezni. Szemből kell érkezni. Zárva van ez a szar! Másik hát. Ja? Nem ez? De. De minek zárkáját? Szép napot, semmi a probléma. Tiszteletem. Mi vagyunk itt a Blues tagjai. Láttuk a hívást, hogy várnak minket ide. Hát igen, mert itt egyik emberünk
az azt rádiózta, hogy keresnek engem. Igen. Itt vagyok. Tiszteltem uram, azért kerestem magát első körbe, mert van egy kis gond. Micsoda? Mi szerint az önök tagsága, az önök klubjuk hadat üzentek a mi bandákra. És ebből volt pár konfliktus az utcán. És rendeztük ezeket a konfliktusokat. Hogy az olyan önök bőrcsek is barátaiak, azt hitték, hogy menők, azt mindjárt lepofoszgattunk egy-kettőt. Jó napot! Megjött a bánkja, sziasztok! Tudna jönni, kedves. Jó napot! Igen. Szóval úgy mondom maguknak, hogyha nem szeretnének még egy-két pofont benyelni, attól függetlenül mi nem ijedünk meg ilyen kamu bőrös emberektől, meg nem tudom, hogy itt mennyire hisz, vannak itt maguk gangsterfestnek, de megfogom azt, ketté török egy drihert a fejeden mindjárt öreg, ha kóstolgatni mersz. Ennyire nehéz ilyen bátya. Csak a dújj fel, csak a fradi! Vagy meg tudjuk... fel, csak a fradi! Ezek már megint... Ó, meghaltam, kérlek ne! Büdös kutyák! Na! Ezek az önök emberei, uram? Nem. Ezek már mások. Lelőttem a hangot. Uram, egyszer vicces volt, de most a másodjára már nem annyira vicces. Gubások, tesó, nagyon. Hallod? Na, ott tartottunk, hogy... Várjál, hívjunk már egy istent, hogy itt segítsen az embereken. Kösz a fegyvert, te szerencsétlenség. Jó, mindegy, hívunk egy mentőt. Imre Bojka! Mi történik itt? Élvezkezek, jó hozzá! Nem tudok senkitől se elvenni semmit. Én baby ganget hallom. Enni se lehet semmit. Az a jó. Na, hol tartottunk? Úristen. Bezárjam a tekerát, de tudjanak bejönni. Ki? És ki a faszom? Mert... Haverim, hallottva beszélsz. Most mi a faszom van már itt? Rám hívtál, rájunk, ránk jöttek a zsaruk. Most itt vannak a zsaruk? Ja, itt van lövöldöznek, tesó, ezek nem zsaruk. De volt kettő. Hallod, itt most valami lövöldözés van kint, bazd meg. De várjál. Bezárom az ajtót. Zárd be, bratyesz. Bezárják az ajtót. Azt a rohadt. Ó. Hallod? A főnöködek kinyíl, fejbe lőtték a főnököt. Ez komoly? Esküszöm. Akkor megyünk. Gyerekek itt vége. Kilőttem ajtót. Várja, itt a főnök, figyelj, azt a... Az hogy a picsában? Ajtón állt amúgy. Ne álljatok az ajtót. Ne, mi a picsa van itt? De nem állj oda, meg fogsz halni, haver! Megpróbálom elhozni a főnököt itt. Hát bassza, kap föl, behozd be az összeset. Gyere, vigyük be. De most mi történik már megint itt amúgy? Aha. Ez amúgy a jó lesz az MG vagy sem új részébe. Soma fák! Az igazi kocsmai bunyó. Bocs haver! Haver, mi beszélsz amúgy izé folyamatosan? Most hiába ledobsz amúgy. Elveszem tőle a fegyvert, köszönöm uram. Egy élmény volt. Gyerekek! És még beszél alottam. Csávó nagyon nyomja itt, nem? Tudom. Megnézem hátul, hogy tiszta a várjál, nem hívunk ide egy mentőt, van egy mentős haverom. De hátul. De várjál! Most csak mentő. Gúnya? A gúnya, nem tudjátok a számát? Nem, de írok neki külsősen. Írom neki egy SMS-t. Jó. Várjátok, hallott, figyeljetek, már ide hívom én is a haveromért, azt akkor ide rendezzük itt ezeket, pikpak ezeket a zsarukat, most mit kötekednek? Hogy jöttél be, öreg? Hátul lehet, ki tudunk mondani. Jó napot! Ez a sohás. Rántorok kinyitották. Kik? Rendőrök. Kinyitottak ki? Ki vagy te, öreg? A faszom, de jó, akkor jó lenne fedezékbe állni. Márkos Gubás, kis csávó. Menjünk a főre, nem? Bújja, Pablo. Aha. Mi az, hogy rendőr kinyitja az ajtót? Veletek vagyok, Soma, veletek vagyok.
láttam. Úristen, gyerekek. Tesó, ez jó potspot. Ez vigyázz, hát innen is ki tudnak, nem? Soma, ki tudtok menni hátul, nincs senki. Gyertek, gyertek, itt föltöznek. Ki tudtok menni hátul. De várj, tesó, időjük átba őket. Halló, izéljünk. Klisszoljunk ki hátsó ajtó. Gyertek, gyertek, kiviszlek, kiviszlek. Hátsó ajtó meg. De az nem jó, mert biztos, hogy azt is fogják amúgy, csak mondom neked. Nincs is senki. Csak nézze meg itt a losztosót. Nem tudjuk ezt. Maradj már! Vannak, vannak. Zárd be. Vannak az. Ezt küldjétek ki ezt a gyereket, menj ki! Menj ki, nézd meg, hogy mi a helyzet. Gyere, nézd már meg, hogy mi van kint, te hős fiú. Te, nyisd ki neki. Rád bízom. Csak fuss ki, fuss ki! Guli ott pár kint, itt van az menj ki! Menj már ki! Menj ki! Menj ki! Zárd be. Zárva. Ennek rősztek. Jó. Bejöttek, kikő... Fú, basszus, kubratyasz. Engedj be! Na gyertek, huligánok, gyertek, ekkora szádok. Itt beszaladt előtt. Megint bejött? Menj ki, kint pár téged valami. Ez hogy jött be megint? Vigyázz! Bezártam. De hogy nyitják ki, ember? Gyere, gyere, gyere! A hátsó ajtó ugye be van zárva, bratyesz? Az be, meg is nézem. Hogy érted, vévésom a official, vagy milyen művész nevről beszélsz, Rózsám? Jó, de van mindenhol. Most kik vannak itt? Hallod, itt valaki? Várom megint az ajtó, megbezárták az ajtót. Hogyan tudtak kilőni az ajtón? Itt a gúnya, itt a gúnya! Megérkezett a gúnya itt van! Hol a gúnya? Engedd be, engedd be! Engedd be! Valahogy, melyik oldal? Melyik oldal? Jó. Elő van gúnya elvileg, ahogy hallottam. Nyissátok ki írten az ajtót, aki bejön rendőr, fejbe lőjük. Engedjed be, bratyasz! Tisztelt úri emberek, akik benn vannak a tekilába, nyissák ki az ajtót most azonnal! Adják meg magukat, majd bemegy a is. Hallod? Nem szeretném. Hallod? Engedd be a gúnyát előről, nyissd ki az ajtót! Mentősnek. Beöltözzek mentősnek. Engedd be! Nyisd ki! Uraim, nyissák már ki, be akar menni a mentős! Le a PD-shez maradjunk kint, köszönöm! Na, gyere! Faszomat már, hát könnyörögjek neki! Állj! Manó, Manó, mit csinálsz? Nem! Manó, nem! Nem, Manó! Manó kutya megint rosszalkodik, skacok! Vagy most nagyon hatalmas izé van! Ez az! Hívás, ez az, jó van, csináljad, gúnyám, most akkor kapnak, kapnak most az életérzésnek. Még itt vannak? Te ki vagy, öreg? Ki? Nem tudom, itt fent a potyognak. Jól alakult a beszélgetés, látjátok, összeverkodtunk. Jól alakult. Mi történik itt a szabad kérdés? Jövök valami dragonos csalva. Ki tudok menni itt valahol? Neked ki engedett? Engedjétek ki előre, hogy lesz a... Segítség! Engedjük őt ki. Segítsenek már nekem. Balra gyere. Hát engedjük ki őt, tesó. Ki engedje? Hátok ki tudsz menni. Hallod, Bajza iskola! Segítsi már rajta, Bajza iskola! 27, az pont egy sarki. De segítsi már rajta, nem érdekel Bajza iskola! Maradj már, mely hívtak! De nem érdekel, hát betegek az elsők, te droid! De azt se te, nekem a fasz, a fontosabb. Mi a fasz? Na, segíts már rajta! De itt az illető, már nem azért. De itt van, ne? Itt van még hát. Itt van kettő is, segíts már rajta, itt a fő, ő a góri, a főnök. Várja.
Meg itt a másik, a Simon Jani is! A tekilához, jó? De segítsél már rajta, te agyhalom! De mi? A kollégám kivette a zsebemből az első segélyt! Hogy segítsek rajta? Akkor de jó, hogy te bejöttél a se... Bejöttél a semmire! Örülök, hogy itt vagyok, nem? Sziasztok! Segítséget! Jó! Adják meg munkat, kérem szépen! Uram, hall engem? Jöjjenek ki fegyvertelenül feltett kezekkel. Uram, szeretnék a tárgyalás első szavához szólni, szólhatok? Mondja, mondja. Szopd ki a faszom, te degenerált facsú. Azt mondták, szopjam ki. Hallod alatt, hát mondják, mondják, tárgyalni akarnak? Menjünk ki, hát. Te leszel, mi a tökös mákos történt? Ja. Jöjjenek ki, és egy valaki jöjjön ki felragott kezekkel, és akkor tudunk tárgyalni. Hátba lőjük őket. De ott van neked is. A körbe vettek most majd kis. Nézd meg, nézd ki. Nincsenek, nincsenek, nincsenek. És kettőn föld. Azt meg. Gyere, gyertek vissza, gyertek! Jönnek. Gyere, csukd be az ajtót gyorsan! Csukd be mindent! Manó, menj innen, Manó! Manó! Egy rendőr meghalt. Manó, nagyon rossz kutya vagy most. Köszi szépen, vagy dorong, és jó! Hátul is vannak. Elő? Nem baj, egy mínusz. Egy mínusz, aki a kapta. Köszönöm. Egy mentős fog bemenni, ne lőjék le! Egy mentős megy be! Jó, már betettem mindent. Jó, engedjék be a mentőst! Jó. Becsukod az ajtót. Veletek vagyok, veletek vagyok. Újpesten top, ne lőjetek. Ő nincs velünk. Itt vagyok, ne lőj. Jó. Ez lehet, hogy nem is mentős ember. Csukd be az ajtót, bratyesz. Várjál. Elmetébe van csukva. Nálam nyitva. Csukva, de nyitva. Várj, ezt is bezártátok, bratyesz! Bújjék neked is, dorong! Üres amúgy. Ez is be van zárva. Üres, nincs is. Kilőttél mindenkit? Jó, várjál, meg Mustafa kilőtt mindenkit! Baza, gyere, nincs mindenki. Nézzünk ki! Tiszta a tér. Átmentek előre. Elől van mindegyik. Várták a mentőst. Móni, itt vagy a csöten? Móni, mint moderátor, itt vagy a csöten? Mónikám. Hol van Csimpi? Nem tudom, hogy hol van Csimpi. Jönnek még, várj ezek a rendőrök. Menjünk ki. Mentős. Jó, menjünk ki. Menjél már ki! Mit csináltam? Nem. Mi a szemben? Mi van, rendőr úr? Elvettem a rendőrt, a rendőrtől a fegyvert, elnézést. Mi a rendőr úr? Várj, ott egy másik rendőr! Mónika most nincs is, van itt most moderátor itt a izé? Várjátok, meg kell csináljak valamit te. Vagy jó, vagy megcsinálom akkor a streamit. Na mit csináljuk a sheriffel, mit csináljuk? Elnézést! Véletlenül elvettem itt a fegyvert a halott rendőrtől, hogy adjam vissza? Hát most ez... Ezek bajok vannak akkor. Add a zsebébe ugyanúgy, hogy elvetted. De nincs itt, már felégedett. Hallott, haver? Mi rakjuk be az éve. Milyen jogon jöttök úgy be? Raboljanak el engem. Én mondtam, hogy ne jöjjenek ide. De milyen jogon jöttök ide? De milyen jogon jöttök ide? Tényleg mi voltak itt? Mi jött ilyen? Mi volt itt valahé uram? Nem tudom, azt mondták, hogy ide akarnak jönni lövöldözni. És miért akarnak ide jönni lövöldözni? De ki mondta? Itt a kollégák, van a Jocó Cox, meg a tököm tudja, kik jöttek még ide. Megtagadtam nekik, hogy nem jöhetnek ide, és csak ide jöttek. Jó. Engem miért lőttök? Mert maga rendőr? Egy helyszín. Piros kör ki van. Akkor rakott. Elnézést! Ide ok nélkül. Jó van, várjon! Akkor legalább a Nemzeti Banknál vannak? Akkor így menjünk oda Nemzetihez kicsit tárgyalni. De amúgy nem tudom, azt mondd már, miért szeretett föl téged az angyal így?
És gondolkodtam, az előbb mondtad, hogy főszedtem. Jaj, tehát csőzi. Kilőttem mindegyiket, és azt itt az anyja főszedőket. Ügyes vagy, ügyes vagy. De miért? Hát akkor maga lesz a túlszunk lehet. Ki ez a bolidos? Nem. Meg ez egy, a... Egyre több izé van, ticsök. Csak a Crips. Jaj, te szasz. Csak a Crips. Mi van, háborúzni akartok, vagy mi van, öreg? Mi van? Na mi van? Csak a Crips. Illője lesz, kis haver. Csak a... Ez nem az mi van, háborúzni akartok? Igen. Már hát akkor beszéljünk meg egy helyszínt. Ne forogjál. De megint nem segítenek? Amúgy hányszor kell fejbe ülni az embert amúgy? Miért lövöldöznek? És látjátok, megint nincs segítség, csak a posztolnik amúgy. És most megint fekszek amúgy. És megint nem jött, és befut mindegyik. Nem, hogy harcolnának. Ez már az ötödik a mai nap során amúgy. Bár mondjuk az öt halálból, abból szerintem 3 MG-s volt. Szóval a mai nap során amúgy az, hogy mindenki megtalál, eljössz egy bárba tárgyalni, bejönnek ezek a... egyszer vicces, fradis emberek, és mindig van valami. Szóval én ezt nem értem, basszus kutya, hogy nem tudunk egy normális tárgyást megcsinálni. Vissza fogom vezetni azt, hogy megkérek egy admint, hogy legyen rajtam, és aki már nagyon-nagyon nem gés, azt rakja be közmunkára. Mert itt tényleg nagyon-nagyon nehéz csinálni bármit is amúgy. Jó, mondjuk a Sompir is megölt kétszer, ez is igaz, a Sompir is megölt kétszer. Na. A semmi tesó legyen 15, mint általában. Nem is szoktam 15-ször meghalni. Általában egyszer. Na. De a Crips is, hogy ide találom úgy az a kedvencem, hogy megtalálja, hogy hol vagyunk, azt én meg nem emgézem ki a hákújukat. Amúgy. Ezt értem. Hú, na mindegy, gyerekek! 266 új követő van eddig a mai napi streamen, aminek nagyon-nagyon örülök és nagyon hálás vagyok mindenkinek is. Hogy esetleg még elérünk 35 darab új követőt, az azt jelenti, hogy meg lesz a mai nap során, gyerekek, a 300 darab új követő, amit nagyon szépen köszönök nektek, és köszönöm szépen apa és fiának a 17 darab rózsát, Patikába, Dzsukelbe, Yesterdaybe. Na. Jaj, álltok egy várat, azt meg megcsinálom. Füsbe. Csak véletlenül elnyomtam itt a csetet a telefonomon, ezt vissza is állítom, szóval egy másodpercet kérek. De a mentős az valószínűleg lesz, mert itt van Gúnya Péter. Lesz mentős. Nagyon remélem, hogy ide ér a mentős Patikába, meg Dzsukkelbe, meg Yesterdaybe. Fú, miért kérdezted előbb, hogy van-e Modi? Hát majd azt el szeretném jó, mondani. Jó, azt mondták, jönnek. Elveg jön a mentős, királyság. Zsír király, csak egy dolgot még megcsinálok, én... Milyen ismerette 3 ember? Egy Baza. Pillanatot szeretnék kérni. Ott. Van drogod? Nincs. Dzsukkelbe, Yesterdaybe és jó mai megkádba. Van drogod? Jön a mentős. Már jön a mentős. Van drogod? Nincs semmi. Igen. Nem tudok srácok amúgy senni, se én is, se semmit, mert mindig visszadobja az inventory, ezért nem tudok lootolni se. Ez hogy? Várjátok, még egy dolgot meg kell csinálni itt a telefonomon. Mert elállítottam itt dolgokat. De most mi? Na várja, ez vagyok én. Oké, királyság. Tudom saját magamat nézni most már? Okés. Jó. Megvan, megcsináltam mindent, és kacok királyságba, Dzsukkelbe, meg Yesterdaybe. Na, most már látom saját magamat és a csetet is elméletileg. Szóval minden jó lesz. Remélhetőleg. Na, itt van hát. Ja, végre van mentős. Itt. Ére mentse. Királyság. Láblövés. Áh, de jó. Soma második helyezet is kap valamit? Hát az a gond, hogy... A gyerekek a második helyzet nem, de elmondom, hogy áll most a ranglista, hogyha már így megkérdeztétek, frissítem is itt a Live Center-t, hogy ki az első. 1420 coinnal Zolim N89 az első, második Krisztián 1293 coinnal, és második Szántai István 700 coinnal, bocsánat, hogy a harmadik, szóval Szántai István harmadik
700 coinnal, Krisztián harmadik 1300-al, és 1420-al, Zolim 89 az első amúgy. Amúgy, yesterday-be. Na remélhetek most segítsd. Tegyem fel, de nem lehet. Hát mi, fejbe lőttek? Te valami úgy vagy az erőesnél, nem? Nem. Ja. Sose láttad a kocsulat. További szép napot. Gyerekek, most ezért vártam. Most... Elvettétek a cuccait? De még a cuccaimat sem vették el. De a cuccokat legalább elvehetnék amúgy, legalább ennyi eszük lehetne itt a tagokat. Hányadik a FRK-s hú, hú, azt nem tudom, skacok. Idejövök, elkezdem bepumpálni egy picit, hát ahogyha tudunk rajta segíteni. Jó lenne, ha kapnék egy parfümöt. Jó lenne, hogy használtatok a FRK, bocsánat, a VV-soma 10-es kuponkódot. Rukkolok, jó? Skacok, most már szerintem zárjuk be az ajtót és próbáljuk meg normálisan tárgyalni. Most visszatérve itt az eredeti funkcióra. Csak van egy kis gond. Igen. Itt van 3 Clipses, meg 2 Render Auto az ajtó előtt. Akkor lőjük ki őket megint? Más választás nem igen lesz. Istenem. Jó, figyeljetek, akkor legyen az, hogy mi tűzszünetet kötünk egymással. Mit szóltok? Kinek kell kábító? Nekem. Nem sok van már amúgy, de tudok adni tajszám. 549. És hol a főnökük? Azt nem tudjuk. Az jó kérdés. Előbbittát, várjátok. Simoljani, a mi embereink hol vannak, mint Mustafa meg ezek? Nem tudom. Külső egységeink nincsenek? Mustafa halt, nem? Külső egységeink nincsen? Mustafa halt. Ki kéne nézni hátul, bratyasz? Vagy mi a helyzet? Vannak? Nem hiszem. Vannak? Elő kéne kinézni. Nincsenek. Ott egy ember, ember. Nézzünk ne ki. Ne így állj be, barát. Kerüljük meg te kilát? Hát én nem tudom. Ott van a kocsi! Gyere, gyere, gyere. Hát nem tudom, bazánk, most... Az a gond, hogy... Óóóó... 162-en mondjuk azt... Vannak, most mennek ki átul. Itt vagyok. A Soma. Kérdezz, hogy hol a főnök. Tűzszünetet akarnak kötni. Itt vagyok, uram. Csak zárjuk be az ajtókat. Szia Ibrazatán, szia! Lássák, mi nem vagyunk olyan rosszak, mi a jó oldalra állunk minden. Látom uram, azt nem értem, hogy mi történt, hogyan keveredtünk ekkora bajba, hogy hogyan jött ez a sok tömeg ide, tek ide a bárba, hogy hogyan szimatoltak ki a serisség az, hogy mi itt beszélgettünk. Nem tudom, őszintén mondva félig a mi hibánk, mert ne bezárhattuk volna az ajtót. Hát nem hiszem, hogy a maguk hibája, nem tudom, hogy hogyan lett ekkora... kultusza most ennek a helynek, mert amúgy, hogyha szerintem itt nem lettünk volna, akkor szerintem nem lett volna ekkora problematika. Na visszatérve itt a teljes beszélgetésre, Koppány, köszönöm szépen az ajándékot. Azt szeretném visszatérve, hogy még hallottunk olyan üzengetést amúgy, és ez a Simon Jani testvérem és a Kosztolni bátyám is elmondja, hogy maguk hadat üzentek nekünk, amiket szét akarnak szedni, meg szét akarnak lövöldözni. Én biztosítatom magát, hogy ilyen nem történt. Köszi koppány, köszi koppány. Esetleg a maguknak a rossz akarója, igen, valaki próbálja úgy beállítani, hogy minket összeugrasszon. De várj uram, amúgy, egy baj, bocsánat, hogy belevágtam a szavába, kedves uram. Egy ugyanilyen hasonló ruházatú ember jött oda és kóstolt be minket a szerelőtépen, hogy ugye tudjuk, hogy hogy el leszünk számoltatva, meg föl leszünk kérdezgetve, meg ilyenek. Mi azt el is kaptuk és rendeztük az ügyet, mint férfi a férfival. Olmot eresztettünk a testébe, és utána nyilván hívtunk neki egy mentőt, mert mi azért nem vagyunk könyörtelen emberek. Viszont azért is jöttem ide, mert azt hallottam, hogy maguk komoly emberek és komoly üzletágot is képviselnek, miszerint maguktól lehet venni elég sok fegyvert vagy kábítószert, amit nagyon szívesen megfizetnék. Kábítószert, avval tudunk bármennyit szállítani. Ezzel a visszatérve emberre, igen, tudunk róla. Volt nálunk egy ilyen rasztahajú srác. Igen. A napokban elbúcsúzott a családtól, ugyanis egy spicli volt, úgyhogy bedobtuk azt a tóba. Mi is adtunk neki. Zoli, köszönöm szépen, nagyon szép. Akkor figyeljen uram, én nyújtok magának egy békejobbot, és szerintem ezt a békejobbot megköthetnénk egy komoly üzlet ággal is.
Mit szól? Jó, rendben. Lennénk most nagy mennyiségben. Igen. Hát mondjuk, mennyit? Hát figyeljen, egy 300 vagy egy 500 gram vagy varázs gomba kéne, vagy füvetcigi, vagy ópium, ezek kellenének. Hát őszintén megmondva, mi ilyen 500 darabokat azt nem igazán. Mi inkább 1000 vagy 10000 darabokat. Aha. Akkor 1000-et is eladnak, ha úgy van? Igen. Az igen. Jó. Akkor miből kéne? Gombából? Legyen akkor gomba. Van 1000 darab náluk? Van. Mondjon egy árat. Jelenleg a zsebünkben nincs. Az jó, azt gondoltam. De ha megmondják, hogy... Jó, akkor egy 1000 darabot berendelnénk. 1000 darabot, jó. Mennyibe kerül? Hát darabja körülbelül ilyen 7000 környéken. Igen, akkor mondjon egy 1000 darab, akkor mennyi? 7 millió. Akkor legyen 6 millió 5. És akkor jó járunk. 6 millió 5 ér. Jó, oké. A címünket tudják? Nem. Mikor tudnák szállítani? Ez egy fontos tudnivaló. Szerintem körülbelül egy 10-15-20 perc múlva. Jó, is akár. Jó, kosszolik a címünket, meg tudod adni itt az úriembernek? Természetesen itt a kontaktot meg is osztok magával, kedves uram. És... Jó, rendben. És melyik, mi a neve, kedves uram? Lakatos Darkus. Írt fel, kosszolik. Jaj, meg is van, fel is írtam. De a telefonik... Milyen aimshotot? Nincs is aimshotom. Az mi az az aimshot? Oké, és... De akkor egy helyet mondjanak, vagy izé... Figyeljen, tudják, hogy hol van a mi bázisejünk? Egy ilyen nem. Régi elhagyott tétület. Nem, én tudom. Ki tudja? Én tudom. Akkor fejbe lövöm. Csak viccelek. Jó, oké. Akkor ön tudja, ugye? Igen. Jó, akkor hányra legyünk ott? És akkor gombából legyen 1000? 1000, és akkor intézzük a pénzt is, jó? Jó, ebben annyi gond szokott lenni, hogy ez több nagyobb kocsi. Nem szállítmány, ugyanis viszont uram, annyi szeretnék kérni maguktól, bocsánat, hogy önöknél is legyen mindenki felfegyverkező, nehogy az legyen, minket egy külső egység megtámadott, jó? De majd egyből bemegyünk a garázsba, hogy ne legyen ott se gond. Van nekünk ott jó, egy garázs. Rendben. Bence, köszönöm szépen a rózsákat. Hát, esetleg a... Okés. Mikorra legyen akkor a szállítmány? Hát 16-15-re az jó, mert akkor intézzük mi is addigra a pénzt. Jó, rendben. Jó, akkor ott találkozunk. 16-15-kor, hogy úgy van, és előbb ott vannak, akkor hívják a kosztolnik urat. Okay. Uram, és 100 darab teket nem tudnak eladni? Fegyverbe most nem állunk olyan jól, inkább drogba. Jó, oké, okay, rendben, fegyvert akkor maradunk annyit. Jó, oké, okay, a kosztolnik azt rád bízhatom a fegyvert? Uh-huh. Jó, oké, okay, akkor találkozunk ott 15 perc múlva, köszönjük. Rendben, köszönjük. Itt a, kiengednek minket a hátul? Igen. Kinyitom. Köszönjük szépen. Fény. Én nekem volna 4 darab techline-em, vagy 5 darab, amit eladok. Az kevés, nekünk nagy mennyiségbe kéne, egy 100-as bazi. De köszönjük. Nákám az van, nagyon sok. Gyere vissza. Na jó van. Menjünk innen gyorsan kosztolni. Gyere. Intéztünk egy üzletet. Nem tudok beszállni. De mások a gyere. Istenem, nem tudsz vezetni, vagy mi van? Jó, figyelj! Szembe sávban jön. Jó, elmondom mi lesz, most megtankoljuk. Mustafa itt a kocsiba? Nem. Jó, oké, okay, Macu, megtankod a kocsimat Teddybe, jó? Aha, jó, minutban van a kártyám. Jó, akkor kosszolni, te tankolod meg, jó? Hozom a pénzt, oké? Másik, elmegyünk most egy bankba, és akkor ott megcsinálok még ott az anyagi dolgokat, rakok a frakció számjára is egy kis pénzt, és akkor megütjük az üzletet. A figyelj a Cripset, amire vasárnap leszek, derítsétek ki, hol lakik, jó? Yeah. Azt mindenképpen. Azt hittem személyesen rezső, boss. Milyen jó járgányom van. Mi? Ez komoly amúgy, ezt imádom. Megnézzük, hogy hány lőszert bír ki az ablak, szállj be. Jaj, nem, olyat nem. Nem a szemöm, tényleg nem a fejedet, szállj már be, Macu. Nézd, itt van. Várjál. Dehogy megy át. Akkor nézd meg, teszteljél. Várj, Macu, menj már be! Hát ez gyönyörű. Zárd, nyisd már ki! Most nyisd ki. De nincs ablak, állj meg! Dehogy van ablak! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Aha, 15-et bír. Mi az de amúgy jó? Várjál, menj vissza! De csak ott! Minek? Várjál! 1, 2,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15-öt bírja. Másik... Várj, ez rendőrtes. Fogjátok rá! Kereket, kereket! Jó, menjünk innen gyorsan, gyerekek, ide fog jönni az egység. Gyere, gyorsan menjünk. Menjünk gyorsan, 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 menjünk el. A izé bankba, a főpubi, gyertek, mert jön az egység, jönnek, ezt mondta. Nem készülnek. És gondolom, hogy nincsen töltényem, ezt nem hiszem el. Ujjaj. Nem hozott be, ugye? Ki maga, uram? Nem tudom, de innen ki lehet menni. Mi? De ma maga miért lő rám? Miért lő rá a rendőrre? Igen. Ki lőtt rá? Ki lőtt rátok? Hát valami öltönyös kezdett... Hát akkor én öltönyös vagyok, te barom geci! Kis pisztolya kezdett el lőni, nem? Ki? Öltönyös, hát bazd meg, basszam ki a szátokat, és milyen kocsival mész? Egymást tövöldöztétek, te lőtted a gurkát. Lőtted az ablakát és számoltad hány golyót bír. Igen, és nem számoltam, hogy hány golyót bírt a gurka a barátomnak? Te agyhalott. Hogyha meg rendőrök vagytok, akkor rendőrkocsiba üljetek már, teszem alá. Akkor bazdnak oda a szirénád. Itt a szirénám. Hát akkor nyomd be bazd meg, ha lősz rám. Degenerált, fogyatékos, agyhalott. Geci. Hú! Amúgy tudom, hogy de rálőttem a rendőrre, azt tudom, de hát azt nem tudja, hogy én rálőttem. Cső, soha. Szia, szia. Mi újság van? Jó, minden. Bratyeszom. Na, veled? Nem sok mindent, tegnap kezdtem ezt a szerót. Az igen. Barikám, megyek, mert itt hatalmas bajnék van. Jó, van, jó legyél. Hú, ez rossz kocsi. Mi van már? Nem szoktak rendőrök MG-zni? Nem tudom, remélem. Jó van, uram! Én jó vagyok, igen, csak rossz kocsit hoztam ki. Mondjuk már volt rá péld, hogy MG-ztem. Ne üss már el! Mit lekás? Ez a gyerek viszont MG-zik, hallottam, hogy megy nála a stream. Na. Hozok egy már, melyik kocsit hozzam, ez az X6, ez jó lesz. Ez úgyis jó. Meg fogom nézni, de az, hát a OC-ker az lehet, hogy 10k lesz, ha jaj, de jó vagy, hogy tegyem a nád. Na. Mondták, hogy nincs UV. De mi, kitől kaptad? Írj rám, léci, majd megnézem én vagy Bannóval, itt Discordon áron, meg fogom nézni. Na, elég komoly lett a hajad. Hogy érted, bratyeszom? Na, rakok be a... Fú, remélem a többiek túlélték, mert itt az meg 10 perc múlva át kéne vennünk nekünk az árut. Na, rakok a frakcióra egy kis számát, 10 000. 100 000, 1 millió, 10 millió. Na, már nem tudom, már egy kicsi bratyeszom. Csak még adok nekik egy fizetést, mert most nem azért 10 000, 100 000, 1 millió. Attól függetlenül most aktívak az emberek, viszont még a csapat egység nagyon nincs meg. Ezt meg is szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek akkor mai nap során akartam, szerintetek vasárnapra akkor a kiképzés rakjam át, vagy hogy legyen? Amúgy, vagy ezt most kicsit most el is altaboltam, hogy akkor rakjam át vasárnapra a kiképzést, és akkor képezzem ki őket Tökös Mákostól, meg mindenbe. Jó, akkor vasárnapra áteszem. Nagyon szépen köszönöm itt a szíves embernek, Sheftinek a 4 darab GG jelet, az 5 darab GG jelet, köszönöm szépen Bencének a 25 darab GG jelet, Zolinak köszönöm szépen a 20 darab rózsát, nagyon szépen köszönöm, és 10 ember bekövet, megvan a mai nap során is a 100 darab új követő. Mi a nevem GTA-ba? GTA-ba tegyem Anadár a nevem.
Vasárnap is fog menni a stream, csak azért mondom, hogy vasárnap lesz a köt. Na menjünk, gyere bratja, ezt remélem nem dobták el a kocsim. Várjál, ki kell, szedjük a pénzt. Na de jó lesz. Fogadjunk, most fog betalálni valami MG-s, hogy vagy álljunk meg. Kivétel 6000-ért, 66, és akkor ennyi. Berakom a kocsiba, legyen az. Ja, a kocsiba nem lehet pénzt berakni. Fogadjunk, most fog elkapni valami MG-s. Van egy akkora olyan érzésem, hogy... Jaj! Arrivéd, barátom! Köszi! Húha, már minden... Mi a... Jó, megjöttek a piócák, bazd meg, mi a fasz? Jó, jelölt be a bázist! Jelölt be a bázist! Haló! Én vagyok egy idakocsival, hogy mi? Oké, és... Köszi. Szóltja, jön mögöttünk valaki. Szóval, hogyha jön mögöttünk valaki. Nem, mert látok, hogy valaki jön. De, de jó. Is van. Nincs kedved kidőlni? Hallod, amit mondok? Várj, túl hangos a motor. Nincs kedved kidőlni, te agyhalott? Nincsen töltényem. Akkor minek vagy itt? Mert én vagyok az egyetlen, aki túlélte szerintem. Basz meg, veled is csak egyet többen vagyunk. Na. Ez online? Nem. Ez nem online, na. Reméltek kosztolnék jönni ide, és akkor figyeljük, mert hozzák nekünk 1000 darab varázsgombát vásároltam, skacok. Itt ki lehet ülni az ablakon amúgy? Nézzük már meg, hogy kapja valamelyik a golyó. Vagy azok kik, akik ott vannak? Várjál. Ott már valaki jött. Itt egy másik. Szóval mit csinálják? Lőjön fejbe, vagy mi? Föltette a kezét, jó. Halló! Gyere itt! Szia! Jaj, a lábam! Zárd be, zár! Gyere be, zárd be az összes ajtót! Bent vagy? Ezek kicsodák? Kocsinak a zsebébe belenyúltam. Várjál, kik ezek a sok ember? Nézd már meg, mi kik ezek? Kocsi zsebébe volt, csak úgy mondom. Ú, de jó. Figyelj már. Nincs fegyverem, mert lelőttek a rendőrök, és sok összedtek. A kocsi kezdett el lövöldözni, azért lőttek, azt mondták. Kis költényed van? A büdös köcsög. Na. De ők se, nem, azt mondták, hogy azért, mert amúgy ez is vicces volt, hogy én amúgy lőttem a gurkára. Az is indok volt. És ott dobnál fel egy komolyabb rang. Jó van, várjál valaki ezt? Az vagy, friss hús. Na, én nem vagyok ez. Na várj, adok neked lőszer. Kilövöm én ezeket te. Na. Kint neked is adtam fegyvert, Pápai Kristóf. Remélem, tudsz olyan vagy? Nekem csak költény kell. Adok. Lőszer pisztolyt. Adok, gyere. Mi a tajszámod? Itt vannak 641. De várjál, most még jön, de várjál még. Most jön ide üzletelni komolyan a csávó. Meddig lesz áll? Nem tudom, skacok, hát most ezt az hát ki? Vettünk 1000 darab izé gombát. Azt az árut várom. Csak közben izét bent kell tartani. Dominik, Léci, ne írjen csúnyát, meg ki kell tétsalak. Átbasszuk őket? Nem. Itt van nálam a pénz. Mennyit fizet? 6.500.000-ért. Az jó. Hát... Szerintem az jó. Mert most raktam a frakiba pénzt, láttad, hogy a 10 milliót, hogy legyen nektek egy kis pénzetek. Hát és nekem van. 20 millió. Hát akkor is. Lehet csatlakozni a szerverre, de? És Roland meg nem jött. Hát kiégettem az autópályás sztorin. Gyerekek, 155-en vagyunk, Horizon Rolti. És ott végig dögöztek a rendőrök, tudom. Hát és azt én is megcsináltam. Rendőrök. Azt tudod, hogy ki volt a legnagyobb dög ott? Ki?
Garrison. Ez nem tudom, hogy... Aztán majdnem... Csak felét adod a soma. Miután elcsett a fegyverem, elhullott. De várj, most jönnek, de akkor Sztonik most hol van? Vagy mi a fasz csinál? Mert itt várom az ember. Vettem ki a zsebéből a pénzt. Jó, értem, hogy vetted ki a zsebéből, de most hol vannak? Nem tudod ideírni, mert meg 15-re itt kell lenniük. 10-15-re. Koszit mondom, hol? Várj, megnézem, mennyi a fizetés. Hol lehet jelentkezni a szerverhez? De a kórháznál van. Lehet, hogy gyerekek, lealtabozom, ezt most megválaszolom. Aki esetleg nem tudná, a Horizon Roleplay szerverén játszunk, vagyis Horizon Roleplay. No vagy tisztes a szerver, szóval, hogyha megvan a fiveemed és megvan a GTA-d, automatikusan föl tudsz csatlakozni, szóval nem nehéz ezt megcsinálni, nem nehéz összehozni, szóval, hogy igazából bárki föl tud jönni, csak előtte olvassa el itt a szerver szabályzatot és tartsa be a szervernek a szabályzatát. Hogyha non-dögdeszel vagy non-ozol, akkor valószínűleg lesz valami büntetés, amit fogsz kapni az adminoktól. De hogy van 500 000-re, 6 millió 5-be egyeztünk meg, skacok. Amúgy. Mi játszó? GTA 5-tel. 5M GTA RP Horizon Roleplay. Te kell hozzá. Mi kell hozzá? TS? Gyereke, PC. PC kell hozzá. Na most holnak a többiek? Megnézem. Na várjál már. Kinézek, nincs sehol senki. Bratjesz, én figyelek, de hol vannak itt, akik hozzák az árut? Nem úgy. Soma textúra nem tölt be, eltűnnek házak, az mitől kell csinálni? Állítani kell valami Dávidom a textúra. Az ott ki? Várjál, ne lőj mindenkire. Azt tényleg kicsoda, menj már le érte, hozz föl. Hozz föl, elraboljuk. Van itt egy szoba. Ott a kosztolni. Rak be gyorsan, zárd be az ajtókat, gyere, gyere! Figyelj, itt van egy nagyon komoly szekrényem. De tudja, mondta, hogy hol van a helyünk. Kosztolnik! Bezártad az ajtót? Állá! Kosztolnik, gyere! Én bezártam az összeset, amelyiket... Gyere! Nyitva volt. Kosztolnik! Hol vagy? Gyere, 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 van itt egy szoba, gyere erre! Jó, megyek. Hát a kis beszélgető. Várjál, ne, itt. Jó napot, uram. Itt van, gyere, itt van. Nem, itt van, bratyesz! Állást szeretnék, uram. Menj be oda, ott az állásod, ez a te helyed, ez a kutyahódod. De már régóta itt vagyok. Hát nem érdekel, itt fog szakni most. Na jó van. Be van kamerázva, jó? Motozd át! Jay-Z, menj be, motozd át! Az urat! Ez lesz... Ez... Semmi, csak mondom. Ez lesz az új otthonod, jó? Tudod, mi a neve? Jó, jó. Mi? Mondom. Mondjad. Valami Luke Williams. Figyelj, Luke! Mindjárt... Új Lucky Luke. Hallod, mindjárt fenekedbe lesz egy nagy lyuk. Miért? Mindjárt fenekedbe lesz egy nagy lyuk. Dominik, össze a 28 rózsát! De miért? Na azt mondta mi? Ez lesz a te... Ott van neked egy kis WC papír. Meg töltött káposzt, oda. Milyen jó. Na jó. Itt fogsz aludni, ez lesz az új lakosztályod. Tetszik? Igen. Mennyi a fizetés? Hogy érted mennyi a fizetés? Nem tudom. Ja, Fraki, nem tudom. Megint gyere. De gyertek, zárjuk be itt ez a lakosztálya, gyertek. Ennyi. Gyertek! Hát igen. Gyertek, te ne mit csinálsz? Gyertek most kifele! Hát. Bezárom. Na. Mehetünk. Ennyi. A lakosztály. Mindenhez. Intéztem. Na, jönnek itt az emberek? Nem hívott fel őket? Az üzletbe? Intézkedem. Hívj már fel, hogy hol vannak ezek az osztosok. Hát mennyit várjak rá? 67 évet? Zsolti, köszön szépen a ilyen tuboly rózsát. Meg fogom nézni a Discord privát üzeneteket, kacok, megnézek mindent is. Most mi van már? Hol vannak ezek? Kosztolni, beszélgessek addig a nézőkkel? Szia Perzsi, na gyerekek! 300 darab, 7 új követő van a mai streamem, nagyon-nagyon szépen köszönök nektek. Azt már elértük. Zsoltika között 5 darab GG-et. Kacok, ameddig még nem érnek ide itt az emberek, addig mindenkit azt szeretném kérni, hogy nyomjon Instagramról létsz egy követést. Azt a rohadt közben beindult a videóm. Ez az én Instagramom, az FRKS22. Kövessenek csak a 10/10-es csajok. Köszönöm szépen Dominiknek a 37-es mindent is.
Szóval Instagramra is kiszoktam tenni, hogy mikor van, hogy van stream, hogy mindenki tisztában legyen vele, és mindenki tudja a DASIS fázis jelentést, a DASIS úgy bizony mindent. Le is írom az FRK22-t, ma volt papa, bár ne lett volna, Szoboszlai Dominika legjobb 8-as, így van, ezt én is így gondolom, és FRK22 az Instagramon, föl is olvasom, hogy Instagramon ebbe a Szent Momentumba kikövetett be, meg ilyesmi, bekövetett Dávid.perési 9, M.Tech 90, Venom 2.082, Kunhuni alsóvonal 17-es is bekövetett, Simon Jani, nem tudom, hogy hol van, volt ma Simon Jani, és megnézem, hogy kikövetett be ebbe a Momentumba, bekövetett Bence.Takó.3950, Rudika 9860, Agárdi alsóvonal Robert 7, V. Józsika alsóvonal 15 is bekövetett. Tehát, na, papa, ma nagyon rossz voltál, papa, nád ma elszabadult konkrétan a pokol, papa ma nem bírt magával, skacok, nagyon haragszok papára is. Bekövetett András Kőszegi, Micur Milán és F. alsóvonal.milán.alsóvonal 1297, Tamás.mika, alsóvonal, Alex vagyok, szia is bekövetett. Köszönöm szépen, gyerekek! És most nem tudom, hogy mennyit várjunk ezekre a Lost MC-sekre, át akarnak ezek verni? Hol vannak már ezek? Már nagyon ideges. Itt van még egy ember, aki ide jön. Gyere már, levitték, gondolom. Mi? Fú, de hol van a izé? Hol van az az ember, aki ide jött? Úristen, te. Itt voltam. Köszönöm szépen, aki alapból követ. De most a figyelj már, Lost MC-sekkel nem beszélsz, hogy mi van már? Gyere már. Halló. Most mondják, ezek a pancserek elkaptak, itt magyarázzak nekünk után. Nyisd ki! Látta annyi boldog se legyen. Na! Itt az új jó, tetszik a lakosztály? Uraim! Nagyon jó! Na! Akkor... Már szartam is egyet! Na! Akkor megint... van is lesz is vacsi estére! Igen, hát az nagyon jó! Na, mennünk-e uraim! Akció van! A lakosztályt meghagyjuk maguknak! Na gyere! A lakosztályt, jó lakosztályt intéztem neki! De most ez a koszt... Te bolond! Hadó! Most hol vannak ezek? De várj, én most megint kinézek az erkélyre. Köszi szépen a követés, barikám! Rá, de ideges vagyok, gyerekek, nem... Itt vannak ezek, vagy hol vannak? Azért rendőrkocsi volt ott. Jó, nem érdek a rendőrkocsi. Szedon Szemszi, hol van? Melyel? Melyel, írok nekik ideges csetet. Na, írtam nekik illegális csetem, hogy mennyit kell rájuk várni amúgy. Instagramon FRKS22 a nevem, és kacok, aki kérdezte. De most tényleg, hogy hol vannak ezeken? Itt várjuk az árut. Figyelj, bárki, aki ide jön, azt betesszük a lakosztályra, jó? Rangan. Várjuk, de ez az osztemsz, figyelj, mindjárt oda megyek az osztemszihez, azt meg... Oda menjünk, gyere, kérdezzük meg, menjünk az osztály. Gyere. Nyisd ki, a te királyba elmegyünk. Gyere, itt a járgányom. Gyere. Nyissad már! Most jó. Várjál, mozgatom a kocsit. Mozgat. Most gyere, most na, jó. Na, hol van a Lost MC már? Nagyon itt várok. Mi a fasz csinálsz? Most szállj be. Ez az. Te ember bogaras, akkor csinál, nem tudok, te tudsz előtteni. Jó. Ez ki? Halló. Ez rendőr, te soha nem? Vagy kripszes. Mondjuk rendőr szirénája van, nem? Nem, mert nem. Várjál? Nem tudod. Várjál, ezek Lost MC. Halló. Itt van egy kripszesek. Húha. De ez a kripszesek. Gázok? Azok. Akkor nyisd ki. Milyen öcsém, behatoló vagy. Ah, geciétek, mindig ide találnak amúgy. Ezek be tudnak amúgy lőni azon a kis helyen? Nem tudom, nézzetek ki inkább az ablakon. Dick még itt a motor. Zár be! Amúgy a kripszot szeretem gézni, most már másodjára vannak ott, ahol mi ott vagyunk amúgy. Mindig, amikor osztal tárgyalok, akkor vannak amúgy. Figyelj már... Hol vagy te?
Itt a dosztosok. Itt vannak a kripszesek. De itt vannak a... Aha. Az meg tényleg a kék kocsi. Gyertek, 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 mert már jönnek ezek a izé. Lőjet hát. De várj, nem lősz, mert le fognak megint tűni. Ja jó. Csak annyit mondok, itt elröpül a közös sheriff autó. Tessék? Lőjet hát. Elröpül a közös sheriff autó. Ödöm, mert közben meg jönnek itt a kripszesek is amúgy. Látom. Hát, de nem tudok semmit felvenni, ember. Meg ledobni se nem tudok. Menjünk be itt, tárgyaljunk itt bent. A cuccokat ott vannak a kocsikban, nem? Be vannak zárva, ugye? Be vannak zárva. Csak zárjuk be izét. Jó. Ura, én a pénzt magának odadom. Innentől kezdve az ön dolga. Hol van az úr? Ja? Itt vagyok. A pénzt... Innentől kezdve az ön dolga vigyázni a pénzre. Én le tudom a részemet. Remélem, hogy ez így korrekt lesz. Annyit adok, amennyit megbeszéltünk. Oké, és... Tajszám. Nézze uram, ott van. Számolja le. De ez 500 ezerre kevesebb. Uram, most az a 500-at csak el tudjuk nézni. Így van. Jó, elnézzük. Így kell alkudni! Köszönjük. Azért elnézzük az első 500-at. Mert a szövetség. Várjonnak egy. Igen. A egyik helikopterben mennyi van, srácok? Az egyikben 496. 490 van, nem? Így kell, nem, telítöltöttem. 460. Jó. 460. Az mennyi összesen? Igen. Igen, azt mondja. Mennyi összesen? Igen. Az ott 900. Ez a grafika. Meg nálam van 80. Úgyhogy én akkor... Nálam meg 74. Jó. Na, akkor adjatok még egy 50-est itt valamelyik úrnak. Én adok. Adjon át nekem. Viszont srácok, én újra lépek egy perc alatt, mert nem tudok semmibe sem nyúlni. Uram, ezek jó, a hangokkal ne foglalkozzanak, csak van a szomszédoknál vannak ilyen problémák. Melyik helikoptert nyissuk először? Várj, ezt bepakolom. Várj egy picit. Ez daraszaró? Ez nem daraszaró. Ezek a szomszédok csak kiabálnak mindig. Segítség erre voltam. Ez egy RP szerver, de van dara része is, mint például a Kaja Perikó sziget. Na várjátok, már be is rakok 50 gombát. Ez jól fog jönni amúgy Bratyesznak. Hallod, átadom én is, jó? Adhatod. Nem. Miért kéne? Dobjad, bracseszom. 60 milka volt? Nem, csak 6 millió. Szóval jó üzletet köszönöm. Nem. Most adjad. Hát jó, a makeszet nektek. Motoszki, szerintem. Belenézek a zsebébe. Az úrnak. Igen? Nem hallom, gyere már ide! Elveszek. Ez a Lost Nice itt volt, nem? Hát berakom, már van 130, saj, de jó. Mire jó gomba, add palsot meg életet. Mindent föltött. Mondjad! Mondjad, Jeezy! Az... Uram, a szomszédok maradjanak már csöndbe! Mi ordisztoznak? Segítség! Segítség. Vannak a krépszesek, mondjátok, hogy működnek. Na mondjátok, skacok! Nem tudom, itt de van, van vagy öt kocsi, bazd meg. Igen? Öt kocsival tali van az összes, hogy néztem. Milyen, már tudták, hogy itt a nagy üzletek vannak amúgy. Érdettek endős. Ez ki? Érdettek endős. Be tudjátok hozni az árut? Bratyesz? Mi tali vagyunk, úgyhogy mi nem tudunk hozni. De mi, van még nátok cuccok? Igen. Akkor adjátok át, azt elkezdem bepakolni. Várjál. 130-at adtatok. Mit csinálsz? De bent van az helikopterben. Jó, de azt ki kéne nyitni, gondolom. Hát kinyissuk még, kinyitom. Jó, akkor nyissuk ki. Csak valamelyik valaki hozza be. Jó, hozzuk. Nyissad ki. Azt majd én behozom. Jó, hozzuk. Tessék. Hát itt semmi a izébe. Be kell szállni. Ja, ott. Nem tudunk beszállni, úgyhogy teszed be először. Mert ez not working. Hozok én is, van jó, nem csinál lehet semmi. Lőni? Nem, ne lőjetek, mert le fognak minket lőni. Kocsikban hát vannak, hátul ott adatnak. De jó, oh my god. Elmeted, be tudtok szállni. Akkor menj arrébb, nem tudok beszállni. Én sem.
A golf nem belőhető a túl. Én nem tudom. Most már betudtok. Ú, de fárasztóak amúgy. Na de akkor kiszállsz barikám, mert akkor beszállni. Igen, igen. Én hoztam, megyek be. De nincs benne semmi, haver. Nincs semmi a helikopter. Hátrasaj. Kell várni. Hátrasaj. Ó, van, oké, van. Királyság. Szállat ki tudok pattintani? Kurva jó. 8 Valaki be tud hozzám szállni? Jó, ez zárjátok be! Be tud hozzám valaki szállni? Zárjátok be, zárjátok be. Gyerekek, vasárnaptól ezek az MG-sek nem fognak semmit se elrontani. Na most már magamra állítok megint egy admin, mint volt múltkor, és akkor mindig egy 2-3 napig utána leszállnak rólam. Csak most megint, ahogy észrevettem, most megint nagyon nagy kultusza lett az MG-nek amúgy. Most legalább hatalmas árukba vagyunk. Jó, oké, már van 2-10, már csak 800 valamennyi kell amúgy. Szóval talán gyorsan meg lesz. Jaj, szia Féci, amúgy minden oké. Mi a már? Másik? Oh my god. Segítsek! Na jö. Hallod, segítsek! Aha. Szia, szia! Szombat lesz-e live? Lesz, lesz. Várj, most kivettem 80-at vagy nem? Basszus kucs, elfelejtettem. Mennyit tudsz kivenni? 80-akat ki tudok venni. Ja, én is. Az fasz, én a gyerek. Én 40-eket. Hát, de nem lesz tilos az MG a szerveren? Mi az, hogy nem lesz tilos? Hát most is tilos az MG a szerveren. Hát ez eddig is tilos volt amúgy. Csak az a gond, hogy ezt nem nagyon tudják amúgy. Vagy tudják, hogy az, csak hogy nem nagyon tartják be sajnos. Na, hogy álltok? Ja jó, add ide, én meg bedobálom a kasszába. Na, már van, már 4-50 van. Kik? Na, add ide nekem, és én bedobom. Jó, hozok még 90-et. Királyság. Az a biztos, hogy csomószor megmondtam a klipszeseknek is, hogy akarnak valami jó RP-t, nyugodtan írjanak rám amúgy, Discordon, megbeszéljünk valami jó RP-szát, valami jó harcot, lövöldözést. Ebből amúgy nem lett semmi. Kinek nem talált meg egyik se, nem akar. De basszus kucs, az, hogy a tárgyalunk a tekilába, valahogy mindig oda jönnek, az, hogy most itt vagyunk, mindig valahogy megtalálnak, és ki akarják provokálni, hogy egyen lövöldözés. És nem értem, basszus kucs, hogyha tényleg valami jó RP-t akarnak, akkor miért nem írnak rám Discordon? Meg tudta csinálni, képzeljétek az önkormányzat csávó rám, hogy csináljunk valami jó RP-t. Nem jött még össze, de legalább rám írt. Értitek? Szóval, hogy tényleg néha annyi elszük, hogy nincs az embereknek, hogy sem mennyi amúgy. Önök meghalt. Ebben még van 6. Oké, csak 6. Ja, hallod, amúgy én írtam rá, feddel kapcsolatban. Mikó? Abban már nincsen. Már nincsen ebbe? 6 még van. De figyelj, Károly. Igen? Ha? Károly, neked ja. Mondom. Szépeket beszéljél, jó? Újúj. YouTube-on kiírod, hogy mikor lesz szelfie? Szeretnétek, kiírom YouTube-ra is, meg kiírom Discord-ra is, meg mindenhova is. És köszönöm szépen, ütők, de nem tudom mi a teljes nevet, köszönöm szépen ezt a nagyon sok TGF aimait. Mennyi van bent? Na, hát még nem vagyunk már... Gyerekek, még 200 hiányzik, 160 hiányzik. Amíg itt van nálam, itt van nálam. Adjad, bracsiszom. 5.39-et kedvenc számom. Köszönöm szépen, uram. Futok egy kört. Kérdezni valamit? Kriszti, akarok kérdezni valamit? Nem értem, mit jelent, hogy Kriszti, akarok kérdezni valamit. Hajrá, Újpest, így van. Köszönöm szépen ütöknek a 40 darab GG-et, több mint 40 darabot. Nagyon szépen köszönök. Elnézést, uram. Tegyem alá! Meg tudnám gyógyítani engem? Hallod, Aladár? Igen? Még a csávó ott áll bent a... Engem is gyógyítsd meg, Lajoskám!
De várjál, amúgy neked még hiányzik pár. Hallod, még hiányzik. Igen, még van 20. De még önnál mi? 60 hiányzik. Ki 80 kell, 80 kell. Jó, még már most rakok be. 9, már 10-nél vagyunk. Jó, akkor meg vagyunk? Meg. Akkor megbeszéltük, jó. És még van kapu 8. Na látod, tök jó fejek. Ó, de szerettek, bratyeszom. Ezt már szerettem. Még rak csak be, bratyesz. Úristen, látod? Mekkora üzletet kötöttem meg? Te vagy a best. Így van, köszönöm szépen. Hát, ilyen egyszerű. Uram! Puff. Igen. Pofára esett itt az úr. Öröm volt magukkal üzletelni, milyen korrektek voltak, ez én is korrekt teszek magukkal. Még egy 100-as rádobok. Öröm volt magukkal üzletelni. Hogyha még van valami, következőre nekünk inkább ilyen tech night-ok, fegyverek kellenének, hogyha esetleg van. Tudunk az is azt is intézni. Jó, annak nagyon örülnék, és azt kéne ilyen inkább nagyobb mennyiségbe, ha úgy van, jó? Gépfegyverek nem gép jó. Nagyon jó. Mind, figyeljen, bármilyen fegyver jó, csak legyen, jó? Jó, és akkor kialkadunk rá valami árat, jó? Jó, keressenek akkor jó. Telefonon, jó? Jó, én legközelebb vasárnap leszek, uram, oké? Okay? Jó, rendben, köszönöm. Nagyon szépen, szép napot viszont. Várjál, igen. Nem kapta meg a számodat. Azt oda tudod adni, mert nem fogadtad el a telefonba a kockotomat. Nem kapta meg a számot. Az enyémet is elfogadhatnád. Igen. Te nagy menőjét. Hogy kérdeztet, mert én nem nagyon vagyok izé telefonguru. Hát csak megnyitod, azt fel fogja dobni. Ez most mi amúgy, hogy kis telefon van? Már elküldtem. Nem tudom, hülye vagy az. Oh, te... De azt tegyem Aladárnak is küldök, hogy ez? Kelljen itt. Az nem Aladár, az Aladár. Ez kié? Ez most kié? Mindent fogadja. Névvel fogja kiírni, úgyhogy... Instát csinálok egy posztot inkább most, egy komoly ízét. Na nem tudom, de nekem nem dobál itten semmit se fel. Várjál, hol van itt a számod? Csinálok itt egy jó képet, egy jó posztot, hogy ez. Már is mondom. Jó. Önök, eltűnt kettő emberünk. Hogy eltűnt? Hát fent voltak a szobájukba, aztán ott random eltűntek. Szomszédok. Igen, a szomszédok pontosan. Mi van a szomszédok? 06. 006. Nem, simán 06. Igen. 16. Igen. Ez jó 65. Lesz, gyerekek. Ezen nagyon nevetni fogtok. Ezen nagyon fogtok nevetni. Nézzétek, mit csinálok? Itt a só, így, Mát. Gyertek, ez jó lesz. Okés. Köszönjük az üzletet. Igen. Én köszönjük. Mi köszönjük? Köszönjük szépen, uram. Legyen szép napot. 100 000 drogot adhatnád. Figyeljetek tovább. Legendának. A szurkábítószerekkel. Ne röhögjél. Bőnök, adja meg a számát. Elmegy. Bizalommal. Legenda vagy Mustafa, mi? Figyeljetek, hogy csinálok. Nagyon nagyot csinálok. És már nem köszönjük is sikerül. Mert gyertek, gyertek gyorsan, majd Mustafa nézzétek az Instát, nevetni fogtok. Nézzétek az Instagramot. Nézzétek az Instagramot. De nem tudom megnézni, ami nem beszél a telefon. Gyerekek, láttátok, amit posztoltam? Most nézem. Az a baj, nem tudom nézni. Nézzétek, mit posztoltam Instagramban? Az komoly. Olvassátok már föl. Mutatj meg, te soha tudjam megnézni. Várjál, figyelj, lefotóztam a csávót, hogy az úr kábítószerekkel foglalkozik, keressék bizalommal. Ezt lecsukják el. Le fogják csukni. Fődobtam. De várjál. Na, én megyek a városból. Jó, van, várjál még egy másikat, figyeljetek, mit fogok csinálni, gyerekek, futózzuk le a szomszédokat. Figyelj, ez jó lesz. Igen, és az egyetlen egyet, mert az kettő. Ott áll bent az árnyal. Igen, még mindig. Halló, szomszéd! De ki volt nyitva, tesó? Uram, jó van? Jól vagyok. Magad? Ki? De várj, ugorj egyet, Jeezy. Ez Aurélió. De várj, hagysák róla egy képet, menjetek arrébb. Uram, maradjon így, és nézzen így előről. Hogy viseli a börtön, mint Aurélió, ugyanúgy? Jobban. Jó. Uram, mosolyogjon. Jobban. Mosolyogjon, uram. Így, de ne telefonozzon, uram. Így, maradjon. Tegye fel a kezét. Álljon kicsit jobbrább. Jobbrább álljon. Na, jobbrább. Úgy, gyere. Másik. Gyere közelebb. Gyere, még egy kicsit.
És guggolj le! Mi? Jó, most állj föl! Jó, maradhatsz! Király, király vagy! Jaj, de csukk el! Csak kiszoboztam a listára, hogy van... Ahogy... Senge, most engedjétek ki! Nem! Miért? Ez a te házad, hát. Az úr állásinterjút szeretne magával. Jó, menjen innen, uram! Ez igaz. Ez a Dó Tusszaink. Tessére, hogy... Érdeklő. Na, viszlát. Komment. Te is... Komment. Drogot izéltál? Mit? Nem, nem, nem drogozom. Te is föl akart nyomni a földbe. Nézd, mit, nézzétek, mit raktam ki! Eladó Tusszaink vannak, érdeklő egy kommentbe. Ennyi. Na, mélyen szemtelen, uram. Ki szemtelen, uram? Hát most... Maga. Én miért? Én nem vagyok eladó. De maga eladó. Hát ez nem igaz. Mi a tenem? A serif... Tisztelettel serifség, hol található az úri ember? Ott kérdezte a serif. Mondd neki a izébe, a Galavidon. Hogy hol van Brandon, várja. Melyikben? De nézd, kérdezték a Twitterre, látod? Várj, ott... Van neki a szomszédba található. Várjál. Kaptam itt, szerelmes vagyok. Na figyeljen, uram! Mennünk kell magának jó, szép napot. Itt a lakosztályba. Adatnál a számod. Lakos... Engedje neki nap. Nem, marad, uram. Miért? Hát a maga lakosztálya. Ki amúgy innen a szobában csak egy állást, csak egy állást szerettem volna. Hát de, uram, hát mi? Állás, hát. Úgy, hogy állásinterjúra szeret volna jönni, ugye? Hát igen, igen. Na. Hát de is kapott helyette egy házat, egy lakosztályt. Hát ez milyen ház? Alig van helyem itt. Jöjjön már, jöjjön ki, hát uram! Jöjjön ki. De hát ezt is használhatja, jöjjön! Hát ezt nem mondták, uram, hé! Hát, éjjel, itt nézem el, mekkora van! Na jó, hát nem tudtam eddig. Ide bármikor jöhet. Ide bármikor jöhet, uram, nézze! Nem megy ki, nem fog innen kimenni. De várj, uram, jöjjön, maradjon ott, forduljon el! Igen, és még ott egy szobája, menjen be ide! Hol? Ide nézem. Ide! Ide! Neki Jay-Z. Ide, menjen be! Hát ide is bezárnak engem. Nem, jó, jó, gyertek! A lakosztályt hagyjuk meg neki. Uram, a lakosztályt használhatja. Köszönöm. Szép napot. Hozzunk mindjárt egy 32 négyzetméteres pizzát is. Na, az jó lesz. Na, szép napot, uram. Vasárnap a városban fog tartózkodni? Nem tudom, lehetséges. Mert hogyha itt lesz a lakosztály, én esküszöm magának, adok munkát. Na jó, rendben. Visszát, uram. Viszlát. És kacok, nekem mennem kell a városból. Jó van. Na csókoldak. Yes, today-ben nyomjad még. Yes, today! Na. Gyerekek, mennem kell a városból. Amúgy elmondom nektek. Most már majdnem két és fél órája streamerek. Uram meg az atyámat. Megnézzük, hogy ki nyerte meg akkor ezt a... Ki nyerte meg igazából, ki van a top 1 coin küldő. Ütök az dobott 50 GG-et, nagyon szépen köszönöm. Meg egy 50 másikért, health-t is kaptam. Ugye tudjátok, mondtam stream elején, kicsit most a hajam így szétjött a streamre, hogy aki esetleg ma a legtöbb ajándékot dobja, a top 1-es ajándékozónak odadom ezt a fülest. Megnézem, hogy ki a mai streamen a top 1-es ajándékozó. Egy másodpercet kérek. Helnek nagyon szépen köszönöm az aimaikat. 350 darab követődött a mai streamem. Az is azért elég jó. Szóval mondom itt a helyzeteket, 1440 coinnal Zolim az első, 1300 coinnal Krisztián a második és harmadik Szántai István. Fú, hogyha így 16-40-ig esetleg nem lesz több coinozó vagy ilyen ajándékozó, akkor Zolinak fogom elpostázni ezt a Szánc Evo fülest, remélem, hogy Zoli meg fogja kapni. Meg ilyesmi. Kövi live mikor lesz? Na, gyerekek, készüljetek. Kövi live vasárnap lesz. És vasárnap úgy készüljetek, hogy vasárnap este 7-től 9-ig. Szóval vissza fog térni az eredeti időpont. Vasárnap este 7-től fog kezdődni a stream. Remélhetőleg sokan leszünk, ti is sokan lesztek. Szóval vasárnap este 7-kor fog kezdődni a stream, skacok. Szóval fogok várni mindenkit nagyon nagy szeretettel. Valaki írja, hogy mindjárt megvan a top 10. Hát nagyon reméltem, hogy vasárnap meg lesz a top 10. Ha nem lesz meg, akkor nem lesz meg. Ha meg lesz, akkor meg lesz. Azt is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Oh my God-ba, meg yesterday-be,
Dzsukerántoszba, meg Patikába is. Szóval, hogyha meg lesz, ha nem, nem. Eddig is nagyon szép eredményeket érünk el. Szerintem, meg csomószor azt veszem észre, hogy játékosok rangsorában nem csak magyarok vannak, hanem nagyon-nagyon sok külföldi van. Szóval például ez a, aki az első most itt a játékosokra, ő például, ahogy látom, szlovák. Igazából nem tudom, hogy ő milyen van, az a, nem tudom, hogy ki az, aki magyar, vagy nem. A Babyface is, ahogy látom, 100 000 izével van ő meg horvát, de közben kaptam Szilvesztert, hogy jaj, Szilveszter, nagyon szépen köszönöm, Jézus meg a Mária. Nekem 200 coin kéne, de nem adom föl. Mihez kell 200 coin? Na, közben én meg kaptam még egy elég nagy coin moint, egy bánát Szilvesztertől, úristen, oh my god. Megnézem közben itt, mert 2 perc múlva lezárom itt a csodaszép szavazást, és akkor megnézem, hogy ki az első itt a... Hát gyerekek, de úgy néz ki, hogy Szilveszter megnyerte Top Gift-tel. Szilveszter az első 2500 darab coinnal most jelen pillanatban. Szóval, hogyha 1 percig nem fog változni, akkor ki fogom rakni, hogy ki nyerte meg. De úgy néz ki, hogyha lejár az 1 perc, akkor Szilveszter, föl fogom venni veled a mai nap során a kapcsolatot. Fogok neked itt TikTokon írni, jó? És akkor megbeszéljük, hogy hol tudom neked, vagy hol tudom neked átadni ezt a füdest, oké, Szilveszter? Szóval, ja, Discordon mindenkinek válaszolok. Vasárnap este 7-től lesz stream, szóval arra készüljetek, hogy vasárnap leszek újból. Szilveszter, hogyha úgy van, be is követlek, és akkor nézd vissza, és akkor írok neked. Hogy egy játékos befrendeljek neki 100 coin kell, de én imádok téged, és követlek. Jaj, köszönöm szépen, Zeus. Szerettek én is téged. GG-nek is követem, és hogyha még 2 ember bekövet, akkor megvan az 50 darab új követő. Na, skacok, 10 másod... Á, gyerekek, oké, frissítek, megnézem, hogy itt a coinba ki az első. Egy másodpercet kérek. Ez gyorsan elmond. Szilveszter 2150 coinnal első, Zoli 1440-nel második, és Krisztián 1300-zal harmadik. Nagyon szépen köszönöm a mai nap során az ajándékozóknak az aikat, maikat. Köszi szépen Szilveszter itt a szíveket. Fúskacok, megmondom őszintén, mert nehezen találok szavakat, mert elfáradtam ebbe a mai streambe. Sok tanulságot le lehet vonni, tényleg le lehet vonni sok tanulságot. Mióta egyre több a néző, egyre több az MG-s is, szóval ezzel nem valamit kell csináljak. Össze kell szedni Dzsukerántoszba a csapatot, és mindenbe, Yesterday-be és Oh My meg God-ba is. Szóval vasárnap kiképzés lesz, vasárnap ki kell képezzem kőkeményen a csapatot, az egyszer biztos. Közben benne vagyok a top 10-ben, nagyon szépen köszönöm neked. Kell egy modi melléd. Modi felvétel van amúgy, aki esetleg nem tudná és szeretne jelentkezni moderátornak. Discordon, a hivatalos Discordomon, a Bolondos Dalamok genges Discordomon, aki esetleg tudja, az lépjen be, és tud jelentkezni moderátornak. Bocsánat, a kicsit elakad a szavam. Ami még fontos információ, hogy vasárnap 7-től lesz G2RP ismételten, szóval vasárnap várok mindenkit. Ki lesz rakva Instagramra, ki lesz rakva YouTube-ra, és ki lesz rakva még Discord szervere is. Még egyszer mondom, aki meg modinak szeretne jelentkezni, az jelentkezzen létszik a Discord szerveremen. Ott van egy űrlap, amit ki kell tölteni. Közben Szilveszter az megnyerte ezt a füdest, ezt a Szilveszternek odaadom ezt a füdest. Szerintem jövő héten elpostázom neki, Szilveszter, neked gratulálok. És akkor vasárnapra is csinálunk valami kisebb, nagyobb ilyen ajándékozást, akkor is a top 1 gifternek akkor adok valami jó kis aimait, és akkor szerintem el fogom tudni ajándékozni az összes dolgot, ami itt van a háttérben, jó? És kacok, igen, most kezdődött. Milyen a füdes? Ja, megmutatom neked, Szilveszter. Ez egy Hamma füdes, 100 evő, Urage, item, level, epic. Így néz ki, hogy csak kinyitom amúgy. Ja, hát most pont nem fogod látni, mert csillog. És még van hátul, ilyen a füdes amúgy. Szóval ezt adom neked, barikám. A PP-t mikor sorsolt ki, Bari? Hát azt majd megcsinálom, de még egy parfümmel is tartozok a rendes hivatalos oldalamon amúgy. Szóval, ja. Na, vasárnap várok mindenkit. Szilveszter, te meg légy szíves, nézd már
a TikTok írás, mert rád fogok írni, jó, most stream után. Gyuri, te meg gyere focizni. Na megyek, srácok, vasárnap várok mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Puszi, puszi, nyuszi mindenkinek, csóka családnak, szeretlek titeket, remélem tetszett a mai adás, és találkozunk vasárnap este 7-kor. Sziasztok, ciao, amigo, muchas gandas, puszi, puszi, puszi. Már elmondtam, Szilveszter lett a végeges befutó egy jó nagy bánával. Na, sziasztok, skacok, szevasz, Valencia, pusz, pusz, pusz.